aki a mellett ülő Skrabszky Fruzsinával a Diszkó filmnek a megalkotója. Jelenczky István pedig a Duna TV-n adásba került Népek Krisztusa Magyarország című film miatt ül itt a székében, egyébként az összes többi más film miatt is, de ezért különösen. És Vitézi Lászlót azért nem látjuk, mert ugye 39 fokos lázzal otthon kellett, hogy maradjon. Én beszéltem vele délután 12-kor, és beszéltem vele közvetlenül, mielőtt ide érkeztem volna, de nem sikerült rá beszélnem, hogy az otthon melegét ott hagyja különös tekintettel, amiatt, hogy ugye a hétnek a második felében neki olyan dolga van, ami mindenképpen ott kell, hogy legyen. Jelenczky István és köztem ül Kónyányi Kutruc Katalin. A doktori címet nem mondom a professzor asszonynál és az uraknál, mert az azt lehet mondani, hogy természetes, de az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a főigazgató helyettese is közelről ismeri ezeket a dokumentumokat, amelyeket mi alig ha ismerünk közelről, még akkor sem nagyon, hogyha van oda kutatási engedélyünk, illetve van olyan szerencsénk, hogy ott igazából dokumentumokat nézhetünk, bár ez állítólag nagyon sok ember számára biztosítva van igazából ez a jó. Azért én is őt, szerintem nem nagyon kell senkinek sem bemutatni, mert hiszen ugye jól ismerjük őt a rádióból és a televízióból, azt lehet mondani, hogy ennek az elmúlt két évtizednek, valamivel több mint két évtizednek, és ennek a témakörnek az egyik központi szereplője, és hát azon kívül, hogyha lehet így fogalmazni, akkor még azt is elmondhatjuk, hogy sikerélménye is lehet, hiszen ezt az Étényi törvényt, amit annak idején ugye egy alkotmánybírósági döntés következményeként, hát nem is tudom, hogy helyes-e a kifejezés, mert nem vagyok jogi végzettségű, megsemmisítettek. Az most úgy néz ki, hogy január 1-től hatályba lép, és meglátjuk, én is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz pontosan belőle. Cinner Tiborra több mint, aki Zétényi Zsolt mellett ül, Cinner Tiborra több mint két évtizede, ez lehet, hogy nem hihető, de több mint két évtizede ismerik egymást, ő folyamatosan ezt a témát kutatta, és rengeteg kötete jelent meg a mellette ülő, Káler Frigyes kollégium vezető bíróval, aki ugye most is Veszprémben él és dolgozik alapvetően, és hát azt hiszem, hogy megint ezeknek a, ennek a témának a megkerülhetetlen szereplője, mint ahogy Gulyás Gergely, aki ugye a Lex Biszkunak a beterjesztője a Magyarországgyűlésben. Lex Biszkunak a kidolgozója pedig egy olyan fiatal ember, akiről én sem akartam igazából kezdetben elhinni, hogy mondjuk ez ő, de hát ennek a, hogy mondják ezt, lehetőségnek a megnyitója, ami ugye szerepel ebben a törvénytervezetben, amiben, hogyha minden igaz, akkor pillanatokon belül számíthatunk arra, hogy igazából ez törvény lesz. Ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy lehet, hogy még az idén, de most úgy tűnik, hogy valószínűleg lehet, hogy az idén, még karácsony előtt? Az elfogadás tekintetében igen. No, hát akkor úgy látszik, hogy gyorsabban őrülnek Isten malmai, mint amennyire mi azt szeretnénk. Nem tudom, hogyha megszólal mindenki egy-egy mondat erejéig, csak azért, hogy kipróbáljuk, hogy jók-e a hangviszonyok, mert az, én nálam azt hiszem, hogy ezek többé-kevésbé rendben vannak. Egy-kettő. Valam. Uh-huh. Ezt az előbb megtettem. Én szintén. Biztos jól lesz így, ugye? Szerintem engem is hallanak. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én mindenkit nagyon köszöntök. Hallani a mikrofonodat, Fuzsi. Jó, mert bennünket egy kicsit félrevezet a dolog, mert ügyében nem halljuk olyan jól azokat, illetve egy kicsit más az, amit hallunk. Tehát a lényeg az, hogy igazából a menetével kapcsolatban, hogy miért csináltuk ezt az egészet, pár mondatot hadd mondjak el. Mindenkinek lesz, ugye egy másfél órás moderált beszélgetésre lesz igazából alkalom, én ezt megpróbálom egy kicsit visszaszorítani, hogy több lehetőséget biztosítsunk az önök számára, hogy kérdéseket tegyenek fel.
A kérdések szerkezetével kapcsolatban viszont azt szeretném kérni, hogy ezek ne eldöntendő kérdések, hanem úgynevezett kifejtős kérdések legyenek. A kifejtős kérdések azok azt jelentik, hogy ne igennel vagy nemmel lehessen rájuk válaszolni, és a kérdéseknek az időtartama ne legyen több egy percnél. Tehát ez lenne igazából a kívánságom. Lesz mód és lehetőség arra, hogy mondjuk ezeket a kérdéseket feltegyék. Két kolléganőm van itt az egyetemről, akik ebben segíteni fognak nekünk, méghozzá a Fekete Zsuzsi és a Búti Ildikó, álljatok fel, légy szíves, hogy lássanak a többiek is benneteket. Igen, tehát ők fogják igazából ezeket a mikrofonokat körbe hordozni, és hát az uraknak, meg a hölgyeknek, akik itt vannak, én arra azt fogom tőlük kérni, hogy az elején mindenképpen kérdezek valamit, és akkor utána ne érezzék feszélyezve magukat, nyugodtan vágjanak is akár egymás szavában minden további nélkül, mert egy lehetetlen feladatra vállalkoztunk ugyanerre ezzel a mai alkalommal, de hát az az igazság, hogy mi legalább vállalkoztunk rá, és nem azt csináltuk ugye, hogy az egykori vitának a vitájáról vitatkoztunk, hanem legalább megpróbálunk ezzel a témával, ami igazságtételként van igazából definiálva, ezzel foglalkozni egy picit, és hogyha már itt tartunk, akkor én arra kérem Káller Frigyest, mint bírót, hogy mondjál, hogy tulajdonképpen mit jelent ez, mert ugye azt nagyon pontosan és tisztán tudjuk, hogy nem csak a Lex Biszkú tartozik ebbe bele, hanem beletartoznak az úgynevezett sarkalatos törvények, de vannak olyan dolgok, amelyek ugye nem tartoznak bele, és abba, amit igazából ennek a témakörnek ismerünk. Igen, köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az igazságtétel egy nagyon tág fogalom. Valójában azt jelenti, hogy egy olyan rendszer, amelyik súlyos károkat okozott a polgároknak, és olyan büntető és más vagyoni és közigazgatási intézkedések során hozta meg, amely súlyosan érintett ártatlan állampolgárokat, ezt valahogy jóvá kell tenni. Római jogban nagyon jól ismerik a jogász kollégák az in integrum restitúció fogalmát, az eredeti állapot helyreállításának a fogalmát. Most valahogy ezt kellene végrehajtani. Igen ám, de eredeti állapotot visszaállítani akkor, amikor egy diktatúra évtizedekig hozott létre nagyon kegyetlen inúriákat, szinte lehetetlen. Ezért aztán az igazságszolgáltatás megközelítése egyrésztről jelenti a sértettek felé történő jóvátételt, ami lehet erkölcsi, lehet anyagi, ez sajnos elég szűk markú volt az ország akkori gazdasági helyzetéből kiindulva, mert mi mindig rossz gazdasági helyzetben voltunk. Jelenti egy sor kedvezmény megszüntetését, amit a bitorló hatalom birtokosai élveztek, ezek kisebb és nagyobb kedvezmények voltak, és aztán jön a büntetőjogi terület. A büntetőjogi területen az igazságtétel jelenti az ártatlanul kivégzettek, megkurcoltak, bebörtönzöttek felé a büntetőjogi rehabilitációt, ami nem igazán jó szó ebben az esetben, hanem ezt a semmiségi törvényekkel igyekezett a rendszerváltoztató hatalom megoldani. A semmiségi törvények azt jelenti, hogy bizonyos elítélések olyannak tekinthetők, mintha meg sem történtek volna. Tehát nem azonos a kegyelemmel, nem arról van szó, hogy most ez már meg van bocsátva, hanem azt jelenti, hogy ezt el sem lehetett volna indítani ezt a pert, ezért az ítélet is és az azt megelőző eljárás is semmis. És van a második fele ennek, hogy a bűnök elkövetőit büntetőjogi úton felelősségre kell vonni, mert olyan cselekményeket követtek el, amelyek a büntető törvénykönyvbe ütköznek. No, ez a rész volt a legkritikusabb, és már a rendszerváltoztatás kezdetén született egy szakvélemény Békés Imre, Bihari Mihály, Király Tibor, Szent István, Varga Csaba, Vinkás Lajos jegyzi ezt a szakvéleményt, amely igyekszik körüljárni azt, hogy milyen módon lehet az igazságtételt megoldani.
Ezután jött Zétényi Zsoltnak a törvényjavaslata, amit majd gondolom, hogy fog ismertetni, ezért nem kívánok részleteiben kitérni, csak annyit, hogy ebbe egy nagy felismerés volt, amit szakmai alapon megtámadni sem akkor nem lehetett, sem most nem lehet. Ez pedig az elévülés nyugvása. Megint fiatal kollégáknak mondom, gondoljunk római jogi ismereteinkre, hogy nyugodott, azaz nem folyt az idővel az elévülés akkor, ha az állam nem teljesítette a feladatát, jelesül nem üldözte azokat a bűnöket, amelyek köteles lett volna üldözni. Ezért az idő múlása, amíg ez az állapot fennáll, egy naturális idő múlás, és nem eredményez jogi hatást, azaz elévülést. Nos, én azt hiszem, itt befejezném, mert itt kapcsolódik már a konkrét törvénynek a ismertetése. Hát talán nehéz néhány gondolat. Tessék. Mert hát az alapokat lássuk világosan, tehát Károly Frigyessel teljes mértékben egyetértek, mégis van ennek az igazságtételnek egy nemzetközileg is ismert fogalomköre, amit Magyarországon én jó magam szoktam emlegetni, hogy ez négy kört jelent. Az első a múlt feltárása és a múlt való, tehát a múlt alapos megismerése a tudós társadalom meg a közvélemény által. A második terület az elmúlt rendszer hatalmi pozícióban lévő személyeinek eltávolítása, illetve távoltartása a hatalomtól. És itt minden ehhez kapcsolódó kérdés, titkos szolgáltatók nyilvánosságra hozatala és egyebek. A harmadik nagy csomaga az anyagi és erkölcsi reparáció, ugye amennyire lehet. Tehát erre szoktuk azt mondani, hogy az igazságtalanságokat az elviselhető mértékre kéne csökkenteni. De az igazságtalanságokat nem lehet megszüntetni, de elviselhetővé talán lehetne ezt célként kivetőzni. És a negyedik területként szoktam említeni a büntető jogi felelősségre vonást, tehát az önkényelem a súlyos bűnöseinek megbüntetését, nem megnevezését, hanem megbüntetését, ha lehetséges. Köszönöm szépen. Ennek a törvénynek, vagy törvényjavaslatnak azt hiszem, hogy egyelőre még törvényjavaslatról beszélhetünk, a kidolgozója, a beterjesztője Gulyás Gergely, de a kidolgozója Gellért Ádám, nemzetközi jogász. Honnan jött az ötlet, vagy hogy jutott eszébe Ádámnak az, hogy ugye ezt az úgynevezett speciális kategóriát, amit nem emberiség elleni bűnnek, hanem emberiesség elleni bűnnek lehet, bűnként lehet megfogalmazni, ezt forgalomba hozzá, ha lehet így fogalmazni. Nagyon próbálom azon történik a törvényes ötletén a fejemben. Hangosan megyünk. Működik? Ezt 1995-ben meghosszabbítási jelentőnek szűnt.
Az 56-os megtorlásokat, tehát mondjuk, hogy az 56 decemberétől ugye koncepciós, nem az 50-es évek koncepciós felek, mint erre mégis egy koncepciós felek, mert egy forradalmárok együttévével szemben egyébként elsegül. Az írók azok, hogy a nemzetközi jog nem segít. A nemzetközi jog az irányáspontban szerint segíthet, az úgynevezett emberi esélyen nincs a kategóriája. Ugye, ha bárki kinyitja a büntető törvénykönyvet, és 11 fejezetben találkozik, hogy az emberiségben bűncselekménye fogalmat fogja találni, ez egy fejezet cím. Milyen bűncselekmény magyar jog, hogy emberiségben bűncselekmény ilyen nincsen. Ez mindenki számára meglepetésként kaphat, mert mindenhol ezt hallhattuk az elmúlt 20 év, hogy emberiségben bűncselekménye. Ezt a legfelsőbb bíróság is sikeresen tovább vitte. Ugye az elítélések alapján a sorközperekben a vérfélyegyezmények voltak, mint a belső fogózkodó nem volt, ezeket a vérfélyegyezmények pedig ők nincs lehetnyeket sem, mert hát a DTK-ban ez is egy nagyon érdekes dolog, de is később tudják, hogy a teendő a jövőben. Tehát a legfelső bíróság reált egy több emberre elkövetett teendőléssel megosztott emberiségben bűncselekményt, aminek örülök a rakedelmezet közi jog volt. De ez egy fikció, ilyen bűncselekmény nincsen. Na most az emberi ilyességben bűncselekmény csak azért használnak egy figyelmet hozzá, eredet, mert a nemzetközi, ez a fogalom nem foglalta magyar jogban, nem nincs eredet helyzetén. Nemzetközi jogban a Nürnbergi statútum alapokmányban létezik egy olyan bűncselekmény Crimes Against Humanity, vagy felbehelyi egyenes kisztály. Ennek a bűncselekménynek az elmúlt 70 évben kb. 7 volt a definíciója volt. Ez egy megfoghatatlan, valaki a láthatatlanság körülbelül erre a bűncselekményre, akkor ez nagyon jó példa erre. A javaslatom az volt, és ez a törvényjavaslatban is ez áll, ezt a bűncselekményt a M1-ben a magyar jogban, M1-ben a magyar jogban, ami alapján egyáltalán lehetősége nyílnak arra, hogy a felvételre költöke szemben eljárjuk. Mindenki különbözik az emberiségen bűncselekményt összes többi nemzetközi bűncselekménytől, attól, hogy a fegyveres konfliktusnak a mellékét nem kívánja. Egy agresszió során vagy az a összefüggésben elkövetett tömeges jogsértése, azaz az a kezdett tényállás jelen, aminek a fennállása esetén egy emberülést, egy koncepciós tervet eljárni ügyészt, vagy biológikával szemben eredetet aljárni. Ez ugye az nemzetközi szokásokban létezik. Nemzetközi szokások azon nincs kodifikálva, tehát nincs egy nemzetközi büntető törvény, ami benne az ügyész vagy a bíró a polcban. Ezért van arra szükség, hogy ezt a bűncselekményt a magyarokban benneljük. Erre van egy nemzetközi egyezés, ami kimondja ennek a bűncselekménynek az elégületetlenségét, tehát nem merül meg azok a problémák, amik a felső jog alapján felmerülnek, hogy elégületlen. Ez egyébként egy huszárvágás, rendkívül rövid ez a törvényjavaslat, amit Ádám beterjesztett. Bocsánat, nem Ádám terjesztett, hanem Ádám dolgozott ki, Gulyás Gergely terjesztette be. Én Gergelytől azt szeretném megkérdezni, hogy ki az, akikre ez, ugye ez világos az előbb az Étvényi Zsoltnak a mondjuk így, hogy beszédéből kiderült, vagy hozzászólásából kiderült az, hogy ez egy része az egésznek. Tehát azt is lehet mondani, hogy majdhogy nem a negyede az összes olyan ügynek, amit igazságtétel címszó alatt, vagy igazságtétel címszóval jelölünk. De ki az, akire ez az Ádám féle, vagy Ádám által részletesen kidolgozott törvény ma vonatkozhat, vagy kire vonatkozik? Mert ugye a törvény az mindenkire igaz. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából vonatkozik azokra, akik élnek, tényleg halottakra. Nyilvánvaló, hogy ott a halál az megszünteti a büntethetőséget, tehát azt rögzíthetjük, hogy élőkre vonatkozik, de értem mindig a neveket akarok hallani igényét, de mégis azt kell mondjam, hogy elsősorban ez a feladat a jobb alkalmazó feladata lenne, és jobb alkalmazó feladata is lesz. Tehát akkor, amikor a törvényjavaslatot gyakorlatilag teljesen kész formában megkaptam, és megfelelő politikai egyeztetését követően a Fidesz frakció támogatásával a benyújtás mellett döntöttünk, akkor azért éppen az volt, hogy ha megnézzük az 1990 utáni igazságtételi kísérleteket, akkor az Alkotmánybíróság 92-es döntésének köszönhetően a belső jog alapján történő kísérletek sajnos elhaltak. A nemzetközi jogi alapon történő igazságtételre pedig a Genfi Egyezmény alapján volt ugyan például a sortűzperekben, de ez csak rendkívül szűk körben történt meg. És
a jogtudományban azért a nemzetközi jogászok körében azért az általános vélekedés, hogy a nemzetközi büntetőjog ennél eddig is szélesebb körű bűnöldözésre adott volna lehetőséget a kommunizmus léptetteinek elkövetőjét illetően. De erre azért nem kerül sor, mert részben a magyar jogalkalmazás szerintem, és itt most nem a konkrét helyzetről beszélek, hanem az elmúlt két évtizedről, fél attól, hogy a nemzetközi büntetőjog alapján közvetlenül emeljen vádat. Másrészt pedig, hogy 93-ban az Alkotmánybíróság talán maga is érzékelte azt a hibát, amit az Étényi képviselő által megterjesztett törvényesítésével elkövetett, és akkor tette egyértelművé egy alkotmánybírósági határozatban azt, hogy a nemzetközi jó alapján a legsúlyosabb bűncselekmények közvetlenül is üldözhetőek. És aztán nyilván politikai változásoknak, 90-es választásnak is volt köze ahhoz, hogy ez elmaradt és elsikadt mindörökre. És a kérdés az volt, hogy hol lehet még megnyitni, hol érdemes még megnyitni az igazságtétel kérdését, és szerintem két ilyen terület van. Az egyik az a büntetőjogi felelősségre vonatkozó, a törvény ezt szolgálja, de nem áll meg itt, még egy mondatot majd ehhez mondanék, illetve valóban a kifejezetten vezető pártisztségek miatt élvezett magas nyugdíjakkal kapcsolatos igazságtétel az, amire még most is van lehetőség. A lusztrációval kapcsolatosan én úgy érzem, hogy 25 évvel a rendszerváltozás utáni első szabad választás lusztrációt bevezetni nem biztos, hogy helyes lenne. Jó, hát ez lehet, hogy a képviselő úrnak a magánvéleménye. Igen, de tudom, hogy ez véletlenül egy kisebbségi vélemény. Én azt mondom, hogy a lusztráció az egy speciális kérdés, tehát hogy bizonyos közjogi tisztségekből kizárni a korábban diktatúrában vezető szerepet betöltőket. Egész egyszerűen azért, mert itt azért a társadalmat védjük meg önmagától, és ezt 91-ben, 92-ben indokolt lehetett volna, volt is erre egy kísérlet azzal, hogy az ügynök múlt nyilvánosságra hozott a szankció lett volna, de hát azt a szankciót ma is lehetett tudni. 25 évvel a rendszerváltozás lesz megfontolandó. Viszont a büntető igazságtételnél meg éppen a jogalkalmazó korábbi, vagy jogalkalmazás tapasztalatok miatt még szélesebbre is kellene nyitni a lehetőséget, és ez szolgálja az alkotmányt hatályba léptető átmeneti rendelkezések között szereplő azon szabály, mert gyakorlatilag ugyanazzal a technikával, mint amivel a Lex Zétény is élt, az elévülés nyugvását mondja ki az alaptörvény hatályba lépéséig, és törvényben meghatározott körben ez a belső jog alapján is lehetővé fogja tenni a legsúlyosabb és sűrűsebb bűncselekményekhez az utazését. És itt egy nagyon fontos kérdés, amire Károly Frigyes tanácselnök úr is utalt, hogy valójában az elévüléshez való jog az nem alkotmányos alapjog. Tehát míg mondjuk a visszaveleges büntetőjog tilalma, büntetőjogalkotás tilalma az abszolút alapjog, az eléréshez való jog az nem tartozik a nemzetközi jog szerint sem ebbe a körbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a megoldás, még akkor is, ha itt is fel lehet menni, hát eltelt 22 év, de ez alkotmányos nemzetközi jog próbáját is kiállja magyar belső kérdéseket azáltal, hogy alkotmány szintű rendelkezésben lesz jelen, fel sem vethet, hiszen az alkotmány számára ez mércel és nem pedig vizsgálható jogalkotási tárgy. Tehát ezáltal szerintem a büntetői felelősségre vonás előtt a tér az meg fog nyílni, és fontos lenne, hogy ezek a büntetőjárások gyorsan folyanak, és nagyon fontos lenne az is, hogy ha csak ezek a büntetőjárások fognak befolyni, akkor annak a társadalmi hatékonysága cseké lesz, mert a cél nem az lenne, hogy az emberek ma már nagyon öreg embereket lássanak a bíróság előtt, hanem hogy ezzel a kommunizmus elítélése is megtörténjen, és számtalan más eszköz van, amit használni kell ahhoz, hogy a kommunizmusra egy ilyen általánosan negatív vélemény kialakulhasson. Ez lenne a legkívánatosabb az egésznek a cél. Képviselő, tudom, hogy ezt fogja erre mondani, mert az imént, amit mondott, abból kiderült, hogy ezt majd a bíróságok eldöntik, de tényleg neveket akarok én is hallani. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk Nagy Imre élne, és azért mondom ezt a kiélezett példát, mert tudom, hogy akkor Cinner úrnak adom meg utána a szót, hogyha Nagy Imre élne... Akár már rögtön is. Tehát, hogyha Nagy Imre élne, akkor például az ön véleménye szerint, tudom, hogy nem bíró, eljárást lehetne ellene indítani. Tudjuk azt, hogy Nagy Imre mártírként halt meg, és a rendszerváltásnak az egyik, mondjuk így, hogy központi alakja, Orbán Viktor a beszédét Nagy Imre koporsója mellett mondta el, de azt is tudjuk, hogy Nagy Imre 1945 és 56 között a magyar kommunista rendszer kiépítésének az egyik
alakja, még akkor is, hogyha nem a legrosszabb fajtából való. Nem fogok rá tudni igennel vagy nemmel válaszolni, de azt tudom mondani, hogy Nagy Imrének az 56 utáni magatartása még akkor is eljárási kegyelmet tenne az ő esetében indokolt elvetett terjedhetne rá a felelősségre. Jó, akkor egy másik nevet, mert ez biztos, hogy ha én nem fogom megkérdezni, akkor itt a hallgatók megfogják, vagy a nézők. Pozsgai Imre, Szűrös Mátyás. Az én tudomásom szerint sem Pozsgai Imre, sem Szűrös Mátyás olyan bűncselekményt nem követette, ami a büntethetőségüket indokolt át ennél, a nyugdíj az egy másik kérdés. Jó. Tulajdonképpen Zinner Tibor úrnak az asztalánál tartunk, hiszen azt vehetjük észre, hogy akár a sortűzpereknél ugye Zinner úr fogalmazott úgy, hogy olyan a mi történetírásunk most a legújabb, mintha november 4-én kezdődne a történelem. Tehát kifejezetten 56-ra korlátozódó, de hogyha megnézzük azt, hogy hány embert végeztek ki 1945 után Magyarországon, akkor kiderül az, hogy 1945 és 56 között körülbelül kétszer annyi embert öltek meg, mint 1956 után, hogyha jól tudom, ez 229 ember a kivégzetteknek a száma 1956 következtében, és olyan majdnem 500, tehát 400 valamennyi, 400 és 500 között van azoknak, akiket 1945 és 1956 között öltek meg különböző, hát koholt vádak alapján, alapvetően koholt vádak alapján. Szóval nekem az alapvető gondom és problémám nem csak november 4-ében van. Alapvető problémám azért van, mert itt hárman ülünk az asztalnál, Kutrucz, Kati, Králer és én, akiknek a sorsasztal szomorú végeredményében persze nagyon szép feladatot adta, hogy három semmiségi törvények, kettőnél bábáskodhattunk, jó maga bizottsági elnökként, Kati és Frici tagként. Na most azt kell, hogy mondjam, ők nem tudták, én tudom, 89-ben ez az úgymond békés rendszerváltás, azzal a kimondott, ki nem mondott kötelezettséggel indult, hogy felelősségre vonás nem lehet. Ez részben nemzetközi igényekből, részben a belső fejlődésből fakadt. Ami egyszerűen azt jelentette, hogy az általunk vezetett bizottságnak még azt is meg akarták tiltani, hogy leírjuk azt, hogy kik a felelősek különböző dolgokért. Nem véletlen volt, hogy az általam vezetett bizottságnak a 314 oldalas anyagát a legkülönbözőbb ürügyekkel akadályozták meg, míg végül 91-ben megjelenhetett, mert pontosan leírtuk, hogy kik voltak azok a személyek, akiket már annak idején, igaz, hogy szigorúan szűk körben felelőssé tettek meghatározott bűncselekmények elkövetése. Na most az alapvető probléma ott következik, hogy ez a dolog egyik része, hogy ezért már eleve felemásolt a folyamat is maradt, ez a büntetőjogi számonkérés, mint igény, vagy travesztálódott egészen a rendszerváltás után, mint a mai nap. A dolognak azonban egy másik oldal van, amire én most Isten igazából rá szeretnék mutatni. Lehet felvetni azt a kérdést, lehet róla a törvényt hozni, hogy büntetőjogilag marasztaljuk el, akit a vádhatóság erre meg fog vádolni, és a bíróság elégségesnek fogja tartani a bizonyítékot. Azonban meg kell mondanom, hogy az alapvető problémát én ott látom, hogy 1945 után a magyar történelem abból a szempontból sem lett helyretéve, hogy még mindig vannak ártatlanul meghurcolt embereink, még mindig vannak olyan emberek, akiknek az ügyében a jobbkézjújtás nem következett be. Hogy mondjam csak egy példát, ami egy eléggé eklatáns és lesz mindenki számára evidensnek fog tűnni. Van egy úgynevezett alaki törvénysértés kérdése, ami már benne van az 1896-os bűnvádi perrendtartásban, ami a századfordulón lépett hatályba, és ott van mondjuk a 912-es katonai büntető törvénykönyv. Tehát mind a kettő a monarchia idejéből származik. Kristálytisztán leírja, hogy ha a bírósági tanács törvénytelenül volt megalakítva, akkor az ítélet teljesen mindegy, hogy megalapozott vagy sem, alakilag semmisé kell nyilvánítani, az az ítélet, mert nem olyan bírák ítélkeztek benne, akik eljártak, meg kell semmisíteni. Na kérem, Magyarországon 1947. december 31-ével hatályba lépett egy törvény, a 47. évi 34-es törvény, amely azonossá tette a háborús és népellenes, illetve a köztársaság és demokratikus államrend védelmében eljáró népbírósági tanácsoknak az összetételét, és két paragrafus, a 12. illetve a 14. egyértelműen rögzítette azt, hogy melyik az a négy párt, kommunista, szociáldemokrata, paraszt és kisgazdapárt, amelyiknek népbírái első és másodfokon ezekben az ügyekben eljárhatnak. A
következő a népbíróságok szervezetére, tanácsok összetételére vonatkozó törvény 49 márciusában született, a népnek a büntető igazságszolgáltatásban való részvétel, itt már népi ülnökségről beszélünk. Tehát van egy intervallum 47. december 31 és 49 márciusa között. 48. június 13-án tudjuk, hogy a szociáldemokrata pártot megzabált a kommunista párt. Kellett volna hozni egy kétszakaszos törvényt, ami azt mondja, hogy a mai naptól az MKP és az SZDP népbírák delegálása megszűnik, helyettük az MDP kettő népbírósági ülnököt, népbírót delegált. Kérem, ezt nem csinálták meg. Szemrebben és nélkül az MKP-t és az SZDP-t kijavították MDP-re. Nem ez volt az egyetlen törvénysértés, amit annak idején csináltak, mert akkor már vaskosan benne voltunk az egypárti diktatúra végső képítésének a folyamatában. Kérem, minden népbíróság ítélet meggyőződésem alapján 48. június 13-a után 49. márciusáig teljesen mindegy, hogy milyen vád alapján emelték és marasztalták el benne az illetőt, törvénysértő, mert olyan tanács ítélkezett benne, amely pártokat, delegáló pártot nem ismerte a törvény, és nem ismerte se a törvényhozó, se a jogalkotó. De folytathatnám a sort azzal, hogy 1990-ben, és ezzel minden kormány adós maradt, 90. februárjában született egy 3000-es kormányhatározat. A kormányhatározat világosan kimondta, és a bizottságaink feladatává tette, mind a történészekké, mind a jogászokká, hogy nyújjunk hozzá a béke és emberiség ellen, emberiesség elleni ügyek egy részéhez, és nyújjunk hozzá háborús ügyekhez. A rendszerváltás ugye 90. március 14-én véget ért az utolsó szocialista rendi országgyűléssel, megszületett a második semmiségi törvény, és ezt a feladatot senki nem oldotta meg. Azaz gyakorlatilag a háborús és népellenes ügyeknek a kérdése, úgy tetszik, föld alá seprődött. 1991-92-ben részemről számos kísérlet volt, az igazságügyi tárca, a Litvániában megindult rehabilitációkkal kapcsolatos amerikai tiltakozás miatt íróasztal fiókba zárta ezt a problémát, majd 90. januárjában megszületett az Alkotmánybíróság mondhatni dodonai határozata, amiben megsemmisítette a háborús és népellenes bűncselekményekre vonatkozó jogszabályoknak egy jelentős részét, de nem mondta ki, hogy az ennek alapján kihirdetett ítéletek semmisé vannak nyilvánítva. Na most az mit jelentett a gyakorlatban? Mivel 1992-ben bevezették a felülvizsgálati eljárást, amely büntetőügyekben nem teszi lehetővé a tényállásoknak a vizsgálatát, hanem rendkívül szűk körre szűkíti le valójában a reparációnak a lehetőségét. Magyarországon több érdek olyan ember van háborús és népellenes bűncselekménnyel elmarasztalva, aki ténylegesen azokat a cselekményeket nem követte el, mert nekem a senki nem mondja, hogy reggel 8-tól 9-ig a politikai rendőrség bármilyen szervezeti köreknek között, ha háborús és népellenes ügyet nyomozott, akkor klasszikus úriembereknek volt a gyülekező helye, majd ha 9-től 10-ig demokratikus államrend vagy köztársaság védelméről eljáró törvény, akkor onnantól csak törvénytelenséget követett el. Ez nem az azonos mérce, ez egy tipikusan kettős mércéről szól a történet, és amíg Aggiász és Talói ebben a tekintetben nincsen kellőképpen Magyarországon rendbetéve, addig minden csak arról fog szólni, hogy november 4-e után mi tört ebben az országban, és nem beszélünk arról, hogy hány száz ember gyilkoltak le törvénysértő perekben, illetve hány tízezreket és százezreket marasztaltak el. Azzal, hogy hoztunk egy semmiségi törvényt, semmit sem oldottunk meg. A kárpótlás olyan, amilyen, és akkor jön egy végső gondolat, ami nekem a legnagyobb és a legfájóbb dolgom, ez az 56-osokra vonatkozik, amikor a polgári eljárások szabályai alapján fizettünk kárpótlást az életüktől megfosztott embereknek a dolgába, ahol a gyermeknek a szüleit végezték ki, vagy fordítva volt, ott egyenesági alapon 1 millió forint járt, ezzel szemben oldalági volt a helyzet, hogy csak 500 ezer forintot. Én úgy gondolom, annál nagyobb fájdalmat okozni testvérnek, mint szülőnek, itt nem lett különbséget tenni. Ha egy magyar állam akkor megengedhet magának nem 229, hanem 225 esetben, hogy ezért csak X összeget adott, én úgy gondolom, hogy ez olyan szegénységi bizonyítvány, amit ha tetszik nem, ennek a nemzetéknek pótolnia és helyrehozni kellene. Köszönöm szépen. Tessék, Kálem. Sajnos a kettős mérce legújabbkori történetünknek a egyik átka és végigkísérője. Én azért örültem annak, hogy a Gulyás Gergely által beterjesztett törvény megnyit valamilyen lehetőséget, mert ezt a kettős mércés életünket látom egy kicsit rossz magyarsággal helyrébb téve. Kérdezzében
tűrhetetlen és elfogadhatatlan az, hogy Európát végigpusztító két ordas diktatúra, a nemzeti szocialista diktatúra és a bolsevik diktatúra más mércével véressék meg, márpedig tapasztalhatjuk, ez nem csak Magyarországon, de Nyugat-Európában is bőségesen dívik, hogy tudnélik a náci bűnök halálos bűnök, a bolsevik hasonló bűnök pedig olymond kissé bocsánatosabb bűnök. Márpedig egyszer végre ki kell mondani és le kell írni a törvényhozásba is és a bírói ítéletekben is, hogy teljesen mindegy. Miszerint emberek tömegét egy hamis és hazug fajánmélet alapján küldik a halálba, vagy egy hamis és hazug osztályánmélet alapján küldik a halálba. Ez elfogadhatatlan, tűrhetetlen, és ezt meg kell értetni Európa értelmiségével is, és minden lakosával, hogy kettős mérce a diktatúrák megmérettetésénél nem alkalmazható. Sem most, sem a jövőben. Egy ilyen furcsa kettős mérce érvényesült abban is, ugye, hogy ez egy érdekes helyzet egyébként, hogy mondjuk 1956. november 4-től számít igazából Magyarország 6-ban lévő államnak mondjuk legjobb esetben 57 év, amikor végül is a szovjet csapatoknak az itt tartózkodását, hogyha jól emlékszem, márciusban, ugye márciusban szabályozták először, addig itt voltak. Mondjuk ezt lehet érteni egyébként, mert 47-ben ugye a békeszerződésnek volt egy olyan klauzulája, hogy az Ausztriába tartó mondjuk így utánpótlási vonalaknak a biztosítására tartózkodnak Magyarországon igazából szovjet csapatok, de hát ugye 1955-ig állt fent igazából ez az állapot. Tehát 1955, mondjuk így, hogy júniusától 1957 márciusáig nem lehet tudni, hogy milyen alapon voltak itt igazából az oroszok, de hát ezt akkor én szerintem nem is nagyon volt igazából lehetősége senki, hogy ezt a kérdést föltegye. Mindenesetre a sortűzperek azok ugye a jobb nyelvén egy olyan furcsa állapotot rögzítettek, hogy azok, akiket ugye tulajdonképpen ott parancsot adtak arra, hogy mondjuk eldörrentsék a fegyvereket a helyszínen, tehát mondjuk azokat felelősségre lehetett vonni, és ugye tanúként ki lehetett hallgatni a legfőbb bűnösöket, de nem lehetett őket igazából bíróság elé állítani, és itt Biszkup Béláról van szó. Nekem Vitézi László elmondta, hogy ugye most 39 fokos lázzal odahaza fekszik az ágyába, és azért nem tud itt lenni, hogy ő ezt a Biszkup és társai című filmet, amit 20 évvel ezelőtt forgatott le, ezt nem tudta volna bemutatni a magyar televízióba, hogyha nincs a Skrabszky Fruzsinának és a Novák Tamásnak ez a filmje, és nem járják be, mint egy ilyen, hogy mondják ezt, partizán akcióban mondjuk különböző budapesti mozikat, de azt hiszem, hogy Jelenszky István is ebbe a kategóriába tartozik, hiszen ezt a filmet, amit most nagy nehezen bemutattak valamikor 23 óra valahány perctől a Duna televízióban, de ez igaz a Vitézi Lászlónak a filmjére, mert azt is ilyen időben vetítették meg, hát az önök filmjére is hála Istennek, hogy hát most ez mind a három mondjuk így egy sorozatot, az egyik ugye egy film, azt volt alkalom megtekinteni, és nem moziba kellett igazából vonulni ennek érdekében. Hogyan jött egyébként ez? Ki súgott? Biszkúj. Igen, Biszkújban kisúgott. Most ezt hallottuk? Hát ez az egész onnan jött, mi egy Mandiner nevű, előtte Reakció nevű újságnak vagyunk az újságírói, a bloggerei, és a Tamás találta ki az egyik szerkesztőségi ülésen, hogyha vannak náci vadászok, akkor legyenek kommunista vadászok is, csak mi nem jog eszközével, hanem egy mikrofonnal harcolunk, és úgy terveztük, hogy megkeressük a mai élő legnagyobb kommunistákat, és oda megyünk hozzájuk egy mikrofonnal, és csak annyit kérdezünk, hogy bocsánatot kére. És akkor írtam egy blogbejegyzést Kommunisták reszkesetek címmel, ahol megkérdeztem, hogy az olvasóink szerint ki a legnagyobb élő kommunista, és Biszkup Béla neve szerepelt a legtöbbet, és az interneten találtunk egy ilyen megszólalást, hogy valaki látta a Biszkup Bélát valami plázában, hogy ott anyázott, mert nem jött ki a 100-as a bevásárlókocsiból, innen tudtuk, hogy él, és akkor így kezdtük el megkeresni, tehát innen jött az ötlet. És nagy megdöbbenésünkre éppen itt beszélgettünk
odajött hozzánk egy fiatal ember, és mutatott egy aláírást, amiben az szerepel, egy írást, amiben az szerepel, hogy a történelmi hamisítás előbb-utóbb kiderül. 2011. júniusra talán aláírás Biszkú Béla egy Rubikont, ami pont róla szólt, így dedikált Béla bácsi, hogyha most már nekünk így maradt. Hogy az nyilván az egy nagyon nagy dolog, mert nagyon jó érzés volt, hogy egy újságíró számára, hogyha felvet valami témát, azzal tudja tematizálni a közvéleményt. De hogyha valójában megnézzük, akkor elsősorban a témaválasztás volt az, ami fontos ebben az esetben. És abban is van még egy azon kívül, hogy egy szőnyeg alá söpört probléma volt, hogy itt elhangzott az előbb. A másik az, amire szerintem kevesebb figyelem van, de ugyanilyen fontos ebben a kérdésben az, hogy a válság és az ínséges idők, és nyilván kell egy bűnbak. A társadalom számára 2008-9-10 óta lecsúszásban valahol meg akarja fogni azt a pontot, amire visszautalhat. Nyilván, ha most arról vitatkoznánk, hogy 5-10% legyen az áfa, akkor nem ez lenne az elsőrendű probléma. De hogyha másra nem jó az a válság, kicsit kifordítva a dolgokat, akkor erre például jó, hogy a történelmi hamisítás tényleg kiderüljön, és mondjuk Biszkú Bélának bíróság elé kell állnia. Ugyanis pont az egyik ilyen filmbemutató beszélgetés során felállt az egyik úr, bemutatkozott, hogy Horváth Gábor vagyok. Én vagyok az az ember, akit annak idején a sortűzperekhez, mint szakértő történészt kirendeltek, és mondta, hogy ott ültem Horváth Miklós, elnézést, igen, éreztem, hogy hibázni fog, Horváth Miklós történész, hogy ő elmondta, hogy mi történt, a nyugatinál lezajlott sortűzperről volt szó, elmondta, hogy mi történt történész szemmel, utána következett Biszkú Béla, behívta a bíró, megkérdezte, hogy mit tud erről elmondani, azt mondta, hogy december 4-én, 5-én volt egy MSZNP KB ülés, amin kimondtuk azt, hogy az utcát vissza kell foglalni, ez történt december 6-án. Jó, köszönöm, elmehet. Biszkú Béla elment, és a történelemnek a magva, bármennyire is a történész kollégák ezen nagyon sokat dolgoztak, és tényleg nekünk ebben semmi szerepünk nem volt, hiszen ezek a dokumentumok mind teljesen nyilvánosak voltak már a 90-es évek elejétől, hogy ezek még jobban kiderüljenek abban remélem, hogy szerepe lesz annak is, hogyha Biszkú Bélának el kell mennie a bíróságra, és el kell ezeket újra mondania. Jó, az volt számomra a legérdekesebb egyébként, amikor ugye Biszkú Bélának a neve szóba került, hogy Ádám mondta, hogy azt se tudta róla, hogy kicsoda. Így van? Tehát tavaly nyárig nem tűnt föl, és én szerintem a közélemény nagyobbik része szintén úgy volt vele, hogy ugye az állatorvosi beteg ló, de minden ragyogóan dokumentálva van az, hogy igazából mit csinált, pontosan mit követett el. De ennél érdekesebb egyébként, szóval, és egy másfajta problémát is megfogalmaz, ami egyébként előjön a filmetekből is, de előjön egyébként az összes filmből, amit most ebben a témában én láttam, amikor ugye ezek az urak igazából megszólalnak, és így a Vitézi Lászlónak a filmje is 20 évvel ezelőtt készült, és ki van egészítve mindig egy ilyen történész beszélgetéssel, mert kiderül, hogy ezek az emberek, amikor kérdéseket tesznek föl nekik, akkor össze-vissza, akkor nagyon gyakran hazudoznak. És ezekre az ellentmondásokra mondjuk ti sem tudtatok rámutatni, ugye? És itt azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatos bírálat megfogalmazódott a ti filmjeiteknél is, de nem csak a ti jeiteknél, hanem a Vitézi Lacinál is, aki ugye sokkal, de sokkal felkészültebb nálatok. Ugye ez a dolognak az egyik része, a másik része, hogyha mondjuk ő ott belekérdezett volna, akkor nem tudta volna velük folytatni a beszélgetést. Akkor nem lennének meg nekünk ezek az interjú. Tehát nem tudnánk, hogy ezek az emberek kik, így viszont ragyogóan dokumentálva vannak. És én azt hiszem, hogy ilyen szempontból, amikor Jelenszky István arról beszél, hogy mondjuk ez ugye a valóság feltárásnak a alfája és omegája, hogy ezek a filmek készüljenek, ezek megszorítással fogalmazhatunk igazából a valóság feltárásnak, mert hogy csak ezt nézzük, akkor még meg is győz bennünket. Egyébként engem, megmondom őszintén, tehát amikor a Biszkú akár a ti filmetekben is azt mondta, hogy hát ugye ott az erősebb kutya mit csinál, hát ez mindannyian tudjuk. Tehát, hogy ugye a szovjetek
tulajdonképpen a Kruscsovot kellett volna igazából emiatt felakasztani, nem csak a Kruscsovot, egyébként az amerikaiakat is. Tehát ugye? Hát ők is ugye azért a jóváhagyásukat adták, ugye kiderül az évfordulós könyvekből, hogy ugye nem tekintik igazából a magyar szabadságharcosokat szövetségesnek, és ezt még időben, mert ugye ott még van egy kis ingadozás 30-a, 28-a és 30-a között, hogy itt pontosan mi lesz. A szovjetek azért mondjuk nem voltak teljesen félbolondok, illetve az erőnek a szavából értettek. Tehát nyilvánvaló, hogy óvatosabban bántak volna itt a magyar forradalmárokkal, nem gyalulták volna le őket tankokkal, hogyha lebegtetik valamennyire a kérdést. De nem, ők nem lebegtették, hanem ugye elment ez a távirat, és onnantól kezdve vérrel és vassal csináltak itt igazából rendet. Bár ez is egy érdekes dolog, hogy vérrel és vassal, mert ugye a kínaiak, akik kezdetben egy meglehetősen óvatos álláspontot képviseltek ebben, 1956. november 4-e után azt mondták, hogy hát akasszanak fel Magyarországon 20 ezer embert, és utána kezdenek el velük beszélgetni. Így van? 40-et? Na, akkor még jobb, 40 ezer embert akasszanak fel. Tehát még azt is lehet mondani, hogy a Kádár János, nem akarok neki szobrot állítani, de egy nagyon rendes ember volt, mert gyáva ember volt, és hát végül csak 229 embert akasztott fel. És ami több. Mennyi? Ami több. Több, ennél valamivel többet. 230, jó. Itt van néhány halott vonatkozásában, akiket fegyverrejtegetés miatt végeztek ki, hogy ez mennyire van a forradalommal összefüggésben, mennyire nem. Jó, de hát a fruzsináik azt mondják, hogy 300, én azt mondom, hogy legyen 230, vagy 229, vagy 200. Egy az, akit érintett, az nem fogja nekik megbocsátani, így van? Tehát annak az is sok. De hogyha egy amerikaitól, egy szovjettől, egy kínaitól nem várhatjuk el, hogy a magyar érdeket képviselje, de egy magyar embertől a magyar közösség nyilván elvárhatja, hogy a magyar érdekeket képviselje, és nyilván ezért Biszku Béla az, aki most jelen pillanatban a él, és nagyon friss, van. És nagyon élénk, és hát valamekkora igazsága van, de hát mondjuk, hogyha tényleg ezt mi is tudjuk, hogy a 20. század történelme az ilyen viharos, nem tudom, hogy Jelenszky István hogy látja, de hát azért nem biztos, hogy örökké fog itt tartani igazából annak az elnyomó hatalomnak az uralma, és ilyen szempontból tartom én egyébként alapvetően jogosnak ezt az egész kezdeményezést, hogy legyen már egyszer végre kimondva, hogy öreg, ezt csináltad ennyi idő alatt, akkor legalább álljál oda, és akkor tegyenek fel neked kérdéseket ezzel kapcsolatban, hogy mit tettél. Jelenszky István, látom, hogy mint érintett. Igen. Ugye? Az igazság vár igazságtételre. Én szeretnék egy másik síkját megvilágítani ennek a kérdéskörnek. A magyar történelem vár igazságtételre. Az elhazudott és meghamisított magyar történelem vár igazságtételre. És azért nagyon-nagyon fontos ez a törvény, tervezet és javaslat is, remélem minél előbb életbe is lép, mert elkezdődhet egy olyan folyamat, amelyben a Kárpát-hazában élők és a diaszpórában élő emberek, akik még tudnak magyarul lélegezni, élni és szólni, azok számára állítódhat vissza az igazságérzet. Hisz azért látni kell, hogy az elmúlt 65-150 évben, 300 évben háború folyik Magyarország ellen. Én nem véletlenül adtam egyébként az egyik filmemnek azt, hogy háború nemzet ellen. A Népek Krisztusa Magyarország négy részes filmemet követte a Tisztító tűz tetején állunk című filmem, ami Tóth Ilona igazságát szolgálja bizonyítani. Kiváló szakemberek ülnek itt, és részvevői voltak a filmnek. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy a hatalom, a regnáló hatalom, a mindenkori regnáló hatalom, igenis használja fel azokat az eszközöket, hogy a magyar embereknek visszaadja az igazság érzetét. Ne fordulhasson elő az, hogy Kádár János nem háborús bűnös, nem hazaáruló és nem hűtlenséggel vádolható. Ne fordulhasson elő, és akkor hagyd ne soroljam a sort, mindaz a bűncselekmény, amit elkövettek, még akkor is, hogyha ezek az emberek már nem élnek, tessék őket néven nevezni, tessék az új és új generációknak valós, igaz, történelmi igazságot tanítani, mert aki bűnös, az bűnös. És a bűnösök ne üljenek a parlamentben. Tehát akik... Tehát ez a törvény egy megkezdett első lépés, és igenis kötelessége, nem felelőssége, hanem kötelessége a mindenkori hatalomnak, hogy a közszolgálati médiumokon keresztül azokat a tudományos munkákat,
azokat a művészi alkotásokat, amelyek elkészültek, igenis kötelessége közszolgálati módon sugározni és át is átadni az embereknek, mert a nemzeti öntudat visszaállításánál nincs fontosabb kérdés, és ezen múlik a gazdaságunk is. Tehát lehet, hogy... De most erre persze nagyon sokan... Igen, tessék. Jó. Na, tehát erre nagyon sokan azt mondhatják, hogy ezek nagy szavak. Sokan mondhatják, most nem akarom felbosszantani Jelenszky Istvánt, sokan mondhatják azt is, hogy üres szavak, de Konyhányi Kutrucz Katalinnak azt hiszem, hogy olyan példatára van a történeti szolgálat, hogy mondják, az állambiztonsági szolgálat, ez az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában, ami nagyon kézzelfogható, mondjuk így, hogy empirikus hát tényanyag. Tud ebből felsorolni, vagy reagálni szeretne előtte ahhoz, amit hallott? Szeretnék előre bocsátani valamit. Az igazságtételt én rendkívül fontosnak tartom, nem véletlenül szavaztam meg annak idején az Étényi és Takács törvényt, és annak alapvetően két oka volt. És aztán majd mondom a lényeget, csak most az egyik, az egy teljesen szubjektív és személyes. Szegény édesapám, aki már nagyon régen meghalt, 1956-ban, a faluban a forradalmi bizottság elnöke volt. És amikor a pártitkát be akarták zárni a tanácsháza egyik szobájába, akkor azt mondta, hogy lesz majd független magyar bíróság. És aztán sajnos vártunk, apám meghalt, és még mindig nem volt független magyar bíróság. Ez volt az egyik. Azért nézze meg a bírósági döntéseket. Többé nagyjából szerintem van, de ez egy másik dolog. A másik dolog, nem akarok önnel konkrét ügyben vitatkozni, mert konkrét ügyben biztos vannak ilyen és olyan döntések is, de nem ez a téma. És lesz a másik... bocsánat, tehát lesz alkalma arra, hogy, hogy mondjam, kérdést tegyen fel, tehát ez én szerintem nem volt. Tehát nem szeretném azt, hogyha mondjuk így közben A másik, amit szeretnék mondani, az az, hogy azért is fontos egy ilyen törvény, hogy egyetlen egy hatalom kihesse azt, hogy elég csak elég sokáig, és elég nagyon erőszakosnak maradni, és elég sokáig hatalmon maradni, ahhoz, hogy megusszuk. Tehát nem is az a lényeges, hogy hány darab felelősségre vonás történik, hanem az a lényeges, hogy mindenki tudhassa, aki hatalomban van bármikor, hogy azért, amit csinál, majd felelni kell. Vagy így, vagy úgy. De ezt csak szerettem volna elmondani hozzá kapcsolatban. Jó, én annyit szeretném. De ami az én tapasztalatom, az az, hogy ebben a társadalomban iszonytató erős az elfojtás. És erős volt. Nem véletlen, hogy ezeket a filmeket, amelyeket én szeretek és tisztelek, de este 11-kor vetik. Mert 8-kor nem nézik meg, vagy nagyon kevesen. Szeretnék mondani egy-két példát az elfojtásra. Nemrég jött hozzánk egy hölgy, aki azt mondta, hogy szeretné tudni, hogy mi történt a nagypapával. Ugyanis az édesapja 80 éves, és most azt mondta neki, hogy mielőtt meghal, szeretné tudni, hogy mi történt a papájával, vagyis a hozzánk forduló hölgynek a nagypapájával. Eddig erről egy nyik nem volt a családba. A papa annyit mondott a lányának, hogy valamikor az 50-es években eltűnt. És szeretne, ezért valamit sejthetett, kimenni a sírjához. Tőlünk tudták meg, ennyi idő után, hogy a nagypapát 1952-ben kivégezték, és tőlünk tudták meg azt, nem hogy pontosan hol van eltemetve, hanem melyik lehet az a két sírhely, amelyik esélyes, ahova vihetnek virágot. A másik történet, és aztán ígérem, hogy nem leszek hosszú, befejezem, de engem legalább így megrázott. Időnként furcsa alakok is jönnek hozzánk, nem is értem, hogy miért, mert kegyeltjei voltak az elmúlt rendszer, és az ember nem ért, hogy mégis mit gondolnak ezek magukról, hogy
mit tartanak róla számon. Na az illető úr az, mondját, segítsetek már ki, munkásőr, na, nem jutott eszembe. Munkásőr volt. És hát magára is kért, hát magára nem talált semmit. Hát akkor már a papájára is kért, aki meghalt, és tőlünk tudta meg, hogy amikor ő kisgyerek volt, akkor az édesapja nem kórházba volt hosszú ideig, hanem recske. És otthon nagy volt a csönd, belőle meg pártag lett, meg munkásőr. Nem tudom elmondani, hogy ez az ember mit érzett akkor, hogy milyen volt az ő élete tulajdonképpen. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy borzasztó nagy az elfolytás ebben az országban. Az 56-ban harcolók és az 56-ban elítéltek, ha kapnak emlékérmet, még nyugdíjkiegészítést is kapnak. Én megnéztem 100 olyan 56 után elítéltet, akik a 20-as évek végén vagy később születtek, tehát emberi számítás szerint élhetnek még, ugye, mert 800-as évek végén születettek, nem tudok kezdeni semmit. És a 100-ból 9-en fordultak hozzánk. Most lehet, hogy ez az a korosztály, ugye, akit nagyon megviselt az idő, és többen meghaltak közülük, hiába a 20-as évek végén kezdtem. Meg közülük diszidáltak sokan. De azért tessék belegondolni, azért az a 9, az akkor is nagyon kevés. És ebbe is benne van számos ember által elmondott elfolytás. Tehát én úgy gondolom, hogy mindez nagyon fontos, és mindezt, amiről itt szó van, meg kell csinálni. De én még egy lehet, hogy csúnyán hangzik, de egy nagyon populáris dolgot csinálnék is. Próbáltam már erőfeszítéseket tenni, de sajnos nem volt szerencsém. Mert nem sikerült rábeszélni semmit. Nagyon jó közönségfilmeket kellene csinálni ezekből az iratokból. Amire sokan bemennek, hogy az érdeklődés felkeltődjék bennük, és akkor meg fogják nézni 7-kor is, meg 8-kor is, meg 11-kor is a dokumentumfilmeket, és érzelmeket fog bennük ébreszteni, de előbb ezt a borzalmas elfolytást valahogy fel kell bontani. Tehát valahogy ki kell nyitni a szerepet, hogy az ennek, mert most önök itt vannak, önöket érdekli. De higgyék el nekem, hogy nagyon sokan vannak, akik nem is tudnak róla. Mert otthon soha nem mertek beszélni róla, hogy mi történt, pedig te biztos jobban meg tudod mondani nálam, hogy hány család érintett ebből az országból. Hát... Minden második. Minden második. Hát akkor nem igaz, hogy csak ennyit érdekel. Arról szól a történet, hogy a többiek nem tudják. Hát akkor tegyünk róla, hogy tudjanak róla. És azt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha olyan eszközökhöz fordulunk, ami egy kicsit bulváros. Istenem! De csináljuk meg! Katalin! Katalin, azért azt a néhány példát, mondjon már el néhány példát, hogy mondjuk milyen anyagaik vannak önöknek ott a levéltárban. Tehát mondjuk, hogy ami alapján igazából a felelősséget meg lehet állapítani. Jó, mondhatok példát, de nem tudom, ugye van, akiről tudom, hogy már nem él. Mondom is a nevét, mert miért nem. Timár István, aki a Szerzői Jogvédői Hivatal főigazgatójaként vonult nyugdíjba és élte boldogan nyugdíjas életét. Túrok, mit találok? 3 oldal, amiben részletesen, pontosan le van írva, hogy Hadvári alezredest és társát 3 hét alatt hogy lehet kivégezni, mit tesz Isten, ki is végezték, mind a kettőt. Rajta van a saját kezű aláírása, tehát az sincsen, hogy hamisítás, semmi se, ott a bizonyíték maga ellen. Csak hát ugye Timár István már nem él. Farkasrét. De egyébként jellemző, és akkor rágondoltam, amikor te elkezdted ezt az eljárásjogi játékot, hogy az nem volt érdekes, hogy a két ember ártatlan. Az, hogy csak úgy föl kell akasztani, az se volt érdekes. Az volt érdekes, hogy az idézés kimenetele meg a főtárgyalás között meglegyen a 8 nap. Mert az nagyon fontos. Az, hogy ártatlanul kivégzünk, ki a fenét érdekel. Na most itt Kati egy fél mondatot csak, és azért az előbb ugye egy kicsit tehát kritikusan érzékeltetni próbáltam a rendszerváltás sajátosságait.
most nem a labda visszadobással akar lenni, de összeírtam egy pillanatra. Az 1990-ben megválasztott 386 honatjából 25 volt különböző szintű hálózati személy. MDFS 11, Kisgazda 6, KDNP-s 2, SZDSZ 5, MSZP 1. Ha ezt most pozíciókra átviszem, szándékosan neveket nem akarok mondani, országgyűlés korelnöke, két alelnöke, egy frakcióvezető, egy bizottsági elnök, egy IPU elnök, kettő miniszter, két államtitkár, egy nagykövet, és most jön a legszebb, a Nemzetbiztonsági Bizottság 4 tagja. Én azt kell, hogy mondjam, amikor ugye felhozom, jön a Dunagét, és mindenki azt gondolja, hogy az olajfák hegyén itt minden milyen szép lesz, és milyen jó, akkor jön egy választás pár héttel, vagy pár hónappal később, és így áll fel a magyar parlament. Bocsánat, hadd mondjak akkor én is valamit. Ugye ezeket te kutattad. Amit látsz, láttál munkadossziét? Egyről, kettőről legfeljebb. Láttál legfeljebb hatos kartont. Ugye ezek között a hatos kartonok között van az a hatos karton például, amelyről szinte megmernék esküdni, hogy hamis. Hát millió ilyen van. Na de bocsáss meg, akkor milyen alapon mondott, hogy ennyi ügynök volt? Én nem azt mondtam, hogy, és... azt mondtam, hogy hálózati személy. Ne, ha azt mondtad, hogy hálózati személy, a hálózati személynek az valamit csinálni is kellett. Hát édesem, 6 darab, TNB, az kevés volt. Hogy bele, és azt is meg kellene nézned, hogy azokban, ha van valami, akkor ténylegesen mit csináltak, azt, ha valakinek neked nagyon jól kell tudnod, mert nem mindegy az, hogy valakit beszerveznek, utána bolondot csináltat magából, ugye, megszerzi a diriflepnit, senkiről nem jelent az égvilágon, és utána ott van ugyanabban az anyagban, hogy egyszerűen használhatatlan, mert azt mondja, hogy senkiről nem hajlandó semmit mondani. Ez a pozitív változat. De bocsánat, a statisztikában, ha ezt beleveszed, nem egészen korrekt. És nem ő az egyetlen ilyen. Tessék? Mi tudjuk, hogy kiről beszélünk, de ha statisztikát csinálunk, akkor legalább tisztességesen. Ha üzletelünk, akkor vegyünk le egyet, akkor is még 24. De ez nem csak egy, akit le kell venni, nagyon jól tudod. Jó, én azt mondom, illetve elárulom, hogy igazából amikor a vitaestet elhatároztuk, hogy meg fogjuk szervezni, akkor azt néztük, hogy, igazán, hogy ki az, aki ebben a témakörben tett valamit az ügy érdekében, akár úgy, hogy a nyilvánosság szintjén, tudjon ők, akár úgy, hogy mint intézmény, vagy mint kutatás, vagy mint politikus, miről ismertük meg, vagy hogyan tudtuk azt, hogy igazából valaki egyáltalán megmozdult ebben a társadalmi életben. Aztán most a napokban, amikor ugye elkezdték nézegetni itt az átvilágítással kapcsolatos ügyeket, akkor kiderült, hogy ugye Gaudi Nagy Tamás, és ugye láttam a hozzászólását, de nagyon érdekes volt, hogy megnéztem a Schiffer Andrásét is. Egyébként az Ádámnak a Facebook oldalán fönn van az egész film, tehát önök is meg tudják igazából nézni. És egyáltalán nem az az álláspont, amit mondjuk ezen a Kónyak-Pető vitának a 20. évfordulóján látunk, ami mondjuk tulajdonképpen egy ilyen SZDSZ-es vita est volt, vagy nem tudom, taggyűlés talán annak lehet igazából nevezni. És feláll ugye Pető Iván, meg utána feláll Bauer Tamás, egyébként Bauer Tamás írt is erről egy elég egész hosszú cikket, itt van nálam, elhoztam, hogy Népszabadságban el lehet olvasni. De hát nem, de most mindannyian tudjuk, meg én is már megjelennek igazából a színpadon, 20 éve nem így volt, de most, hogy megjelennek, akkor Pető Iván szülei, hát jó, szereti a szüleit. Rendben van, nem akarja, hogy mondjuk a szüleinek kellemetlen kérdéseket. Sajnos nem ítélhetik halálra, mert ugye halálbüntetés nem valószínű, hogy véletlenül törölték el igazából a 90-es évek legelején. Azt hiszem, hogy volt ehhez is köze, hogy ne lehessen igazán komolyan bántani azokat, akik ugye, hogyha valaki esetleg hoz egy törvényt. 89 nyarán már a politikai bűncselekményeknél megszüntették a halálbüntetést. Na ugye. Tehát nyilvánvaló, hogy volt egy ilyen része is, de hát azért, hogy még kellemetlen kérdéseket se tegyenek fel, Pető Iván megszólal, onnantól kezdve vége a dolognak. Megszólal Bauer Tamás. A szülők felelőssége teljesen félreviszi ezt a vitát. De nem is akarom, tehát azt akarom mondani, hogy nekem nem hiteles. Pont az a lényeg, hogy a bűnösök legyenek felelősségre vonva. Szerintem nagyon fölösleges belekeverni a gyerek nem felelős a szülei tetteiért, Biszkubér a lánya is a felelős. Hát akkor miért nem mondja azt, hogy akkor rendben van, én is ezt a törvényt szeretném?
Ha szabad egy mondatot hozzászólni, akkor ott ugye azért az igazi bűn az nem az, hogy nem, az egyáltalán nem bűn, és ebben abszolút egyetértek Fruzsinával, hogy a szülő mi volt. Az igazi bűn az az, hogy a SZDSZ-ben olyan képviselő lehetett, aki a papával közös ügyvédi irodát működtetett, mert ez már egy vállalt közösség. De ha már nálam van a szó, akkor annyiban élnék csak vele, hogy szerintem a téma azért nehéz, mert hogyha nem azt akarjuk, hogy ezen terem közönsége előtt maradjon meg fontos ügyként, akkor valóban azokat az eszközöket kell megtalálni, amik a kommunizmus szörnyűségét a lehető legszélesebb körben teszik ismerté. És ilyenben egyébként önmagában egy büntetőeljárás az egy rendkívül veszélyes eszköz. Ezt a képíró pernél pontosan jól láthattuk. A képíró per egy jó hivatkozási alap egyébként, mert próbáljuk meg ezt megfordítani, és ahogyan Kára Figyes a kettős mércére hivatkozott, elképzelni azt, hogy miközben egy ávós, alacsonyan rangú tisztel szemben folyik büntetőeljárás által 70 évvel ezelőtt elkövetett, most mindegy, hogy történelmileg ez nem jó, de 70 évvel ezelőtt elkövetett bűncselekmények miatt, addig Szálasinak a helyezésre a Rózsadombon kiemelt nyugdíjjal élvezi az életet. Mert ma egyébként ez a helyzet, a fordítottja a helyzet, Biszkú Béla élvezi az éveket a Rózsadombon, és egyébként pedig egy másik diktatúra által elkövetett bűncselekménnyel, most a zárójelben alaptalanul megvádolt, az ítélet szerint alaptalanul megvádolt személlyel, aki egészen máshol volt a hierarchiában, gyakorlatilag semmi köze az egész vezetéshez. Mondom, még ha igaz lett volna, bár akkor sincs semmi köze a diktatúra fenntartásához, hogy működtetésével, azzal szemben az ügyészség büntetőeljárást indít. Tehát ezt a fajta egyenlőtlenséget azt látni kell, meg ezt a kettős mércét látni kell, de önmagában a diktatúrák elleni küzdelem, az sokat vesztett ezen az egy ügyön is, mert az emberek nem azt látták, hogy mi van e mögött, hanem egy idős embert láttak a bíróság előtt, és ez ugyanígy lesz, egy laikus szemlélek, ez ugyanígy lesz egyébként, hogyha Biszkújra a szemmel van büntetőeljárás is. Tehát, hogyha nem mutatja be azt korrektül, és nem tudja mindenki számára megfoghatóan ábrázolni a média, a politika, a történész szakma, hogy itt milyen iszonyatos bűnöket követtek el a kommunisták, és minek a következménye ez a büntetőjárás, és egyáltalán miért vannak el nem évülő bűnök, miért létezik ez a kategória, akkor sem lesz ez egy sikertörténet, hogy a Biszkú Bélát elítélik. Nem nekünk, mert nekünk az úgy gondoljuk, hogy nagyon indokolt és régóta esedékes. De azért a fontos az lenne, és hosszú távon is a fontos az lenne, hogy a kommunizmust ítéljék el. Zétényi Zsolt itt. Világos. Tessék. Közben tisztult a helyzet. Hát én nem kívánom, hogy ávosok ellen törvénytelen vádak alapján járjanak el, de ez a veszély valószínűleg nem fenyeget, hanem itt az a veszély fenyeget, hogy törvényes vád alapján se fognak eljárni. Itt nagyon alapos gyanú van e tekintetben. Tehát nem az a kérdés, hogy a fehér papír mit bír el, hanem hogy mit hajt végre ez a jelen szisztéma, és hogy hogyan szocializálódtak, hogyan szerezték a jóról és a rosszról alkotott nézeteiket azok a 30-40 éves emberek, akiknek ezeket a nyomozásokat és vádemeléseket le kéne folytatni. Vannak nagy kételjeink. És a kettős mércéről még olyan adalékot azért, ha már képíróról szó esett, hogy rezenéstelen arccal használtak fel a képíró perben pártállami vallatószobákban született vallomásokat, és ezt az ügyészség a jogállami alkotmányos Magyarországon bizonyítékként akarta felhasználni. Sajszár hiány sikerült is. Tehát itt nagyon komoly eltérések és aberrációk vannak. Úgyhogy az a véleményem az egészről, most én is, hogyha nálam van a szó, ugye alapjában két büntetőjogi vonal van, nem biztos, hogy mindenki vette az adást, tehát az egyik vonal a nemzetközi büntetőjog, aminek alapján valóban el lehet járni, és ha meg lesz a törvény, akkor figyelmeztető ereje lesz, és nagyon erős. De a másik, ami Közép-Európában általános volt, különösen a német-cseh vonalon, de lengyel vonalon is, ez a belső jog alapján való eljárás. Itt a különbség nem egyszerűen valami jogászi, dogmatikai különbségtét, hanem gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberiesség ellen büntettek a háborús korszakokhoz kötődnek, míg a magyar jog szerint
való felelősségre vonás az összes gyilkosságra és mindenféle súlyos bűntényre kiterjed. Tehát, hogy világos legyen, 1948-56-ig itt nem volt háborús helyzet. De ez az időszak emberiesség elleni büntetésnek nem ragadható meg se háborúsként, véleményem szerint. Bocsánat, emberiességként nem. Nem, szerintem nem. Polgárháború forrt a magyar társadalom ellen. Azért, mert hát ezt örülnék, hogyha meg elérte rá mondani a véleményt, azért, mert nemzetközi megítélés szerint itt nem folyt. A harci cselekmények nem voltak 48-56-ig, de nem szükséges, hangsúlyozom ebben az összefüggésben, mert ha meghozzák ezt a törvényt, akkor el lehet járni, mert az állampolitikai jogból nem érvényesítette büntető igényét, és ez az egész korszakra irányuló. Jó, én még annyit hadd kérdezzek meg egyébként, mert ez egy rendkívül fontos, amit mondjuk az Értényi Zsolt is... Na de még ez egyet, hogy látom, hogy Cinnert, és akkor kerek lesz a kép, a Cinner Tibor sokkal hogy szélesebb kitekintésű, tehát én nagy érdeklődéssel hallottam, hogy ő azt mondja, hogy a megbüntetés lehetőségét is elhárították az akkori hatalomgyakorlók. Hát én azt tudom mondani, hogy ilyen adalékokkal én nem találhatokkal nem találkoztam, és amikor én ezt az Étényi Takácsot senki nem mossa le, de ez egyébként nem így van, amit Kutusz Katalin is mondta. Hát Takács Péter egy hónapig volt Mert ez a közkedvelt neve. De aztán akkor, amikor itt megnéztem, akkor már nem így nevezték, de mindegy. Ez a keresztelme valószínűleg. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a törvénynek az elkészítésekor senki nem figyelmeztetette erre, és hát azért nem voltam én olyan magányos, csak nyilvánosan ott magamra hagytak, de egyébként módon volt a legfőbb ügyésztől kezdve a büntetőjog vezető potentátjaival beszélgetni, de senki nem vetette azt fel, hogy itt a felelősségre vonásnak valamilyen nemzetközi vagy bármilyen akadálya lenne. És tehát a miniszterelnök is tett ilyen kijelentéseket, és véletlenül egy könyvben megtaláltam, hogy az új ember 91-51-52-es számában a miniszterelnök is a felelősségről, hát másútt is kívánatosságát hangsúlyozta, bár szerintem az én igényeim szerint passzíva volt, és nagy hiba volt, hogy nem vette át a kormány ezt a törvényt, amit nekem Szabó András, Isten nyugosztalja, szóban is igazolt, mert azt mondta nekem, hogy hát ne, te nézz oda már, mi van aláírva, nem ottan az van, dr. Antal József, miért? Hát azt mondja, akkor egészen más lett volna, mondta neki. Annak kellett volna ott lenni, hogy Balsa István. Igen. Mielőtt Cinner Tibor megadnám a szót, mert láttam, hogy igazából nem, tehát most úgy érezte, hogy igazából erre reagálnia kell, de ugye az Ádám régen óta van, és hadd kérdezem még azt azért meg, hogy már nálam van a szó, hogy mi garantálja azt, hogy ez nem egy ilyen parasztalkítás lesz megint, mondjuk ez a törvény, amit most Gergely beterjesztett. Én pont erre akartam reagálni, ha működik, amit ott van. Egy-kettő működik, jó. Tehát ha egy kicsit azért szomorúan hallgatom ezt a beszélgetést, mintha semmi nem változott volna 1991-hez képest, ezt most nem a hozzászólóknak a tartalmi részéhez mondom, hanem arról, hogy ha körbenézünk, akkor itt magányos emberek magányos harcát látjuk. Látjuk Zétény úrnak a magányos harcát, látjuk Cinner úrnak a magányos harcát. Én olvastam azt az átadat, hogy Cinner úr írt még Kádár Figyes úrnak 91-ben, akkor ugyanezt szó szerint ugyanezt mondta el, amikor a papír, akkor ugyanezt mondta el 20 évvel ezelőtt egy igazságügyminisztériumi átiratban. Itt vannak a Skraczi Kuzsinaik, akik szintén 20 forintból csináltak, akik megcsináltak. Én nem beszéltem arra, hogy itt egy feljelentésként indult el az egész visszatérünk az ügyészség kb. 3 nap után, és egy sor visszadobott. Nem arról van szó, és ez nem ez borzasztó és szomorú dolog, főleg, hogy összehasonlítjuk önmagad csak a környező többi országgal, Litvániát is beleértve akár, hogy itt nem egy erős állami akaratról, intézményekről, pénzről, és nem tudom, miről van szó, hogy az ABTN is ugye létezik, tehát az ABTN-re bejutni azért kutatóként azért egy elég nehéz történet. Nem, nagyon könnyű történet. Végig kell menni egy kuratóriumi engedélyeztetés, ha valaki kutatni szeretne, egy másik intézmény igazgatójának az aláírt kutatás. Egy engedély kell hozzá. Ez úgy van, hogy már túl két embertől tagadták meg, az egyiket úgy hívták, hogy Bauer Miklós. Ez világos, hogy csak akkor egy állampolgár szembesül azon, hogy
végig kell menni egy ilyen procedúrán, akkor megint az van előtt, hogy procedúra. És nem az van, hogy egy megkóbb Németországban egy levéltárba, írok egy e-mailt, és másnak kapok az e-mailt, hogy jöjjek utatni. De nem a Gauk intézetben. Hát nem lehet, hogy a Gauk intézetben, de bármilyen... Na de könyörgöm, mi egy olyan intézet vagyunk. Oda próbáljon megvenni, mert csak belső kutatók kutathatnak. Külső kutatók azok ilyen sok csíkosat kapnak, sok üreset. Ha tőlünk ennyit kapnának, akkor biztos idegbajt kapnak. Most csak azt akartam mondani, hogy azok az állami intézmények is létrejöttek, azok a körbenézünk környező országhoz hasonlítva, azok rendkívül gyengék. Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Németországban az ügyészség a történészekkel együtt ilyen intézmények a falain belül a belső vagy nemzetközi alapján mutatták ezeket az embereket. Amikor 92-ben az elindítési törvényről beszélték és a stázi iratok megnyíltak, akkor direkt olyan tényállási jelenteket tettek bele a németek, hogy mutatták meg az elévülést, hogy a stázi iratok alapján, ahogy az embereknek jönnek, hogy milyen magánlagsértéseket, meg levéltósértéseket követtek el, akkor ezek az emberek fejlentést is elérhessenek, és ügyészek el tudjanak járni. Mi nem, hogy itt nem tartunk, hogy ott sem tartunk, hogy az alapvető jogi lehetőség sincsen arra meg, hogy el tudjunk járni ezekkel a személyekkel szemben, és ugye ez most már nagyon szimbolikus igazságtételről beszélünk, ugye. Tehát itt nem, hogy remények vannak, ugye, hát ez egy, az, hogy büntetőjárások elindulnak el, az eddigi tapasztalataik a sortűzperekkel, illetve a korábbi ügyészségi eljárással kapcsolatban az, hogy nem. Nagyon reménykedünk, hogy igen, de megint attól félek, hogy az lesz, hogy magánszemélyeknek kell fejlentéseket tennie, elmenni levéltárazni, és nem tudom milyen nagy hegyeket megmozgatni, hogy valami történik. Ezért is fontos az, hogy az intézet, ami az alaptörvényi rendelkezéseiben vizionálva van, annak nagyon erős jogkörre legyen arra, akár a Gaudí nagy tanács által beterjesztett, és a Jobbik által beterjesztett, teljesen kiterjesztette, de a lényeg az, hogy olyan erős hatósági jogos jogkörök legyen felruházva, ami alapján magánfélként, magánvállalóként, vagy nem tudom milyen büntetőjogi megoldás keretében fel tudjon lépni ezekben az ügyekben. Ez egy világos értelmes más történelmi helyzet volt, de ugyanazokat a vitákat folytatjuk most itt 2011-ben, amik 91-ben, és az előlépésnek a legcsekélyebb dolgása látjuk. Tehát van ez a törvény, ez 2012 januárra is valószínűleg határban fog lépni, de ez a munka most kezdődik el. Még senki nem gondolja azt, hogy itt milyen eredmények fognak érni. Nem a mai munka, az most kezdődik el, most lehetőséget teremt arra a jogalkotást, 20 évvel utána egyáltalán induljon valami. Mindjárt megadjuk a lehetőséget, hogy kérdezzenek önök is, de előtte adjuk meg a hozzászólásnak a lehetőségét Cimmerónak, mert ugye itt van egy kis tartozásunk, és én azért mégiscsak szeretném megkérdezni, hogy a Lengyelországban ott van a Nemzeti Emlékezeti Intézete, azt hiszem, hogy itt is terveznek valami hasonlót. Észtországban azt hiszem 2008-ban vezették be, és az ottani 56-osok, hát ugye ott erdélyi testvéreknek hívják őket, beszélgettem ilyen, ismerek ilyeneket, mert beszélgetünk rádióműsorban is egyébként velük, képviselő is volt, most már nyugdíjas, de egy ilyen sóhivatalnak tartja mondjuk ezt az intézetet. A lengyeleknél nem, tehát ott egy kicsit más a dolog, de ott a nagysága is egyébként, meg a komolysága is nagyobb ennek az intézménynek. Cinál úr. Én három reflexiót szeretnék mondani. Az egyik dokumentumok hogyan lehet feltárni még éppen. Kérem, ha a II. Világháborúban ugye ott van a náciknak a Vanzé program és megvan a jegyzőkönyve. Hát akkor ehhez legalább hasonló súlyú mondjuk az a MSZNPKB-PB december 10-i ülés szó szerinti jegyzőkönyv, a jeles belügyi miniszter azt mondja, hogy viszonylag kevés a fizikai megsemmisítések száma. Tehát egy gyöngyszer, idézőjelben. Szóval ilyeneket politikusok vezető szájában olvasni, az embernek akkor is, amikor először olvast, és utóbb hányszor idézem és írom különböző munkáiban, annyiszor rász ki a hideg. Ez a dolog egyik oldal. A dolog másik oldal, ami ehhez kőkeményen kötődik. Itt beszélünk bírósági ügyekről, ügyészségi vádakról, jövőképről, ugyanebben a kontextusban. Csak egyetlen dologról nem beszélünk, hogy most lesz egy központi nyomozó ügyészség, amelyben ez az elképzelés van, ami automatikusan fővárosi bíróságot feltételez. De annak idején ez a rendszer nem így működött. És ez itt az egésznek a lényege, hogy itt politikai vezető testületek határozták meg, nota bene Rákos játék Gerőnek kell egy-két szaftos kulák ügyet csinálni. Szóval elvtársak egymás között eltöntik, hogy ki kellene indítunk eljárást. Mert mégiscsak túlzás az, hogy. Na most, amikor a politika
amelyiknek a világon semmi köze ehhez nem volna. Nem a jogszolgáltatás fórumai járnak el, hanem a jogszolgáltatás fórumai elé egy amúgy is katonailag szervezett terrorhadsereg szállítja az embereket, de amelyik politikai megrendelésre dolgozik. Egy pártvezetés mindennapi igényeinek a kielégítésével. Ahol egy párt két főtitkár helyettese elmegy kihallgatni egy őrizetben levő volt külügyminisztert. Ahol 1957. december 21-én, ugyanúgy mint 49-ben két alkalommal a Rajkügyben, összejön egy politikai vezetőtestület, hogy szabad folyást engedjen a Nagy Imre csoport tagjaival szemben, és eldönti, hogy ki kap eljárási kegyelmet, és ki az, aki ellen a büntető eljárást megindítják. Tehát olyan illetéktelen személyek avatkoznak be a büntető eljárás egész menetében, hogy innentől kezdve van létjogosultsága annak, hogy itt egy rendszert kell a vádlottak padjára ültetni. Most, hogy ezt a rendszert lesz-e még képviselő, aki ellen most lesz elég ok, hogy eljárást indítsanak, ez egy másik kérdés. De itt arról a rendszerről kell beszélni, ami ezt a borzalmat erre az országra rákényszerített. Ez a másik gondolatsor. A harmadik, amit itt a Zsolt mondott, ugye, hogy hát itt 48 és 55 között, 56 között nem voltak ilyen fegyveres konfliktusok. Na most, hogyha megnézzük mondjuk a kémkedési ügyekben hozott ítéleteket, és az annak következtében megölt embereknek az anyukait, vagy megnézzük azokat a politikai döntéseket, akkor azt kell, hogy mondjam, itt egy kőkemény polgárháború zajlott a társadalom tagjaival szemben. És ez teljesen mindegy, hogy kifele ezzel a reklámmal ment, hogy a volt uralkodó osztályok tagjainak a meghurcolása. És akkor megnézzük a gyakorlatot, és akkor kiderül, hogy a lakosság 90%, meghurcoltak 90%-a egyszerű munkás vagy parasztember. Nem betanított munkássá silányított korábbi gróf vagy báró, akinek csepere kellett kimenni dolgoznia, hanem egyszerű kétkezi parasztember, akit különböző ürügyekkel hurcoltak meg, vagy pedig munkássá. És ez a helyzet utolsó gondolatsor, szinte semmiben nem változik 1956 után, akkor nem 92, akkor csak 84%. Nyugodtan állt éppen, hogy a Prinz Gyula ugye mondott Péter Gáboréknak 53, hogy miénk a börtön magunknak építettük. Hát ha egy munkásparaszt volt a kormány, akkor azt lehet mondani, hogy a börtönök összetétele is azt mutatta, hogy munkások és parasztokkal van tele. Azokkal az embereknek, akiknek megtelt azzal, ami addig volt. Bocs, ehhez egy mondatot csak csatlakozva, hogy talán együtt láttuk még annak idején, hogy 1945 március 6-án. Igaz. Ugye? Keletkezett az a bizonyos irat, aminek aláírója ugyan nincsen, és az eleje is hiányzik. De le van beleírva, és ki lehet, meg lehet sejteni, hogy melyik párt írta, hogy melyik az a szervezet, ahol már benn vagyunk, hol ahol van, ahol még valamit csinálnunk kell, mert nem tudtunk, például a Földművelésügyi Minisztériumban, ugye rosszul állunk, és rá kell feküdni. És amit nem tudunk egyébként elintézni, azt majd elintézzük a büntetőjog eszközeivel. Mert ahogy ezt Krilenko elvtárs mondta, a bunkó primitív fegyver, a puska jobb fegyver, de legjobb fegyver. És akkor még meg kell nézni a szeviratokat Moszkvába, hogy hogy jöttek át a parancsok. Ez meg nektek szól. Szabadjon el. Most a Kálerú. Megerősítendő Zimmer professzornak a gondolatát. Az egész kommunista gondolkodás valójában az osztályharcos gondolkodás. Az osztályharc pedig arról szól, hogy bizonyos osztályokat meg kell semmisíteni. Na most, hogyha megnézzük a forrásokat, és azt hiszem, hogy Kutrusz Kati meg tud benne erősíteni, hogy hány olyan politikai dokumentum van, aminek alapján aztán jön sok minden, hogy új harci szakasz kell, új harci szakasz nyitó. Volt ilyen a Vincenti per után, amikor a Grőszperre ültek össze, és egész térképet csináltak, hogy amalgám módszerrel hogy lehet összekapcsolni a Grőszpert, a pálosokat és más személyeket. És utána jött a még újabb harci szakasz, amikor a kulákok ellen mindig más ellen. Tehát igaz az, hogy az egész osztályharc elmélet valójában a magyar civil társadalom ellen vívott polgárháború.
Hát meg, hogy kit kell kutató meg alapnyilvántartásba venni, hát ott volt a lista mindig, így nem? Így van. Tehát ez hogy maga a marxista osztályharc elmélete megvalósító párt polgárháborút vív folyamatosan a civil társadalom szegmensei ellen, ez kézzelfogható, bizonyítható, okmányszerűen lehet igaz. A fiataloktól szeretnék egy dolgot kérdezni, de adjuk meg akkor Zsoltnak előtt. Jó, hát teljesen egyetértek, hogy egy masszív polgárháború, hát, sőt a nemzet elleni hadüzenet jegyében zajlott a küzdelem. Tehát félreértés legyen, nincsen eltérés, csak én arra céloztam, hogy ez a nemzetközi fegyveres konfliktus. Igen, hogy a nemzetközi büntetőjog tükrében ez az érvelés, ez megállná a helyét. És ugye itt szaladgálnak Strasbourgba, meg Luxemburgba, meg ki tudja hova. Tehát ezzel is számolni kell sajnos, és ez a legkényesebb része az ügynek. De a másik, hogy a kommunista önkény időszakát nem határozza meg ez az átmeneti törvény. Ugye itt szó van arról, hogy fölélesztik az étényi törvényt, de az előterjesztésben nincsen meg az időszak. És itt látom, hogy egyetértés van abban, hogy az időszak nem 48-ban vagy 49-ben kezdődik. Ez a legzétényében is 44. december 21-e, tehát a szovjet által működtetett úgynevezett magyar államhatalom kezdetétől számít, és ettől kezdve masszívan kommunista befolyása azon az összes erőszak szervezet. És ezt szokták mondani, hogy az első ember Demény Pál volt, akit sitre vágtak, ugye, aki nem csak kommunista, hanem más vallású eredetű is volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jobb oldal ellen ment a küzdelem kizárólag. Tehát 44-től 90-ig itt masszív kommunista önkényuralom volt, különböző intenzitással. Köszönöm. Én fölteszem az összetett kérdésemet a fiataloknak, és utána önöknek biztosítom a szót, mert ott tartunk, hogy igazából valamennyire azért az időt is be kell tartanunk. Tehát az egyik kérdésem az, amit már egyszer feltettem, de nem kaptam rá igazából meggyőző választ, hogy mi a garancia arra, hogy most itt fogalmazzunk úgy, hogy a Lex Biszkuból és a sarkalatos törvényekből, abból valóban nem csak írott malaszt marad, tehát hogy ez a valóságban működni fog, tehát Nemzeti Emlékezeti Intézet, stb. És a másik pedig az, hogy az átláthatóság érdekében, vagy az átláthatóvá tétellel kapcsolatban miért annyira szkeptikus Gulyás Gergely? Tehát 3x3-as, 3x2-es, 3x1-es listák, hát most, hogyha önökre ránézek, azért önök nálam fiatalabbak, és egy egész generáció, hát ugye 20 évvel vagyunk később a rendszerváltás, vagy a rendszerváltozás időszakához képest. Hát most nem azt mondom, hogyha cinikusan akarok fogalmazni, hogy ugye hújjon a férgese, de hát miért van szükség ezekre az urakra, akik, mit tudom én, különböző, akármilyen ilyen furcsa struktúrákban még mindig itt vannak közöttük. Ha a kérdés arra irányul, a második kérdés, ahol az én nevem is elhangzott, hogy a legteljesebb nyilvánosságra hozatalát támogatom már ezeknek az iratoknak, akkor a magam részéről igen, egyértelműen támogatom és helyesnek tartom. Tehát nem tudom, hogy bárki interpretálta ezzel ellentétesen a szavaimat, de soha más nem is mondtam, és mindig is így gondoltam. Az első része, hogy mi a garancia arra, hogy ez működni fog, tehát hogy büntetőjárások lesznek erre. Egyrészt van egy elvi válaszom, hogyha én országgyűlési képviselőként erre bárkinek egy garanciát tudnék adni, akkor ez már nem lenne egy jogállam. Tehát én nem tudok garanciát adni, de azt tudom mondani, hogy ma élő büntetőjogász nincsen, aki, hogyha az elévülés nyugvását lehetővé tesszük, és ezt az alkotmányos szinten szabályozzuk, akkor ne úgy foglalna állást, hogy ebben az esetben az akkor elkövetett, eddig sem vitáson elkövetett bűncselekmények üldözhetősége lehetővé válik. Ami még itt állami feladat, és amit elő kell segíteni, Gergely Ferdán is utalt, hogy valóban az ügyészség nincs is arra felkészülve, és ezt most nem elmarasztalandóan mondom, hogy történeti kutatásokat végezzen. Tehát ha azt akarjuk, hogy ez eredményes legyen, akkor ahhoz kell segítséget adni történészek alkalmazásával, a megfelelő források feldolgozásával,
hogy azokban a koncepciós perekben, az 56-utáni megtorlásokban, ahol egyébként még biológiailag is élnek, mert az 50-esek elejében is lehet foglalkozni, azért a biológia törvényszerűségéből adódóan már nagyon kevesen élnek. Tehát elsősorban az 56-utáni megtorlások az időszak, amikor idősek még azok, akik részt vettek, de még élhetnek ott is, azért a többség már nyilván nem él. Tehát ebben az időszakban az ügyészség munkáját legyen, aki a saját történész szakértelmével segíti. Tehát én úgy gondolom, hogy ha az országgyűlés még az idén mindkét változatát a jogi felelősségre vonás lehetőségének elfogadja, mind a nemberiesség elleni bűncselekmények büntethetősége, mind pedig az elévülés nyugvásával kapcsolatosan büntethetővé váló bűncselekmények, akkor a jövő év elejétől lesznek büntetőeljárások, meg fognak indulni a büntetőeljárások. Erre nyilván, ahogy mondtam, én garanciát nem tudok, de a józanész és a büntetőjoghoz való minimális hozzáértés azt mondhatja velem, hogy ez elkerülhetetlen. Jó, nem tudom, hogy van-e valakinek most itt ezzel a kérdéssel kapcsolatban valami hozzáfűzni való? Csak egy gondolatot, hogy nem hallható, igen. Tehát annyit szeretnék kérni, hogy 8 órakor van egy másik programom, és az udvariasság keretein belül késhetek, de nekem 8 órakor el kell menni, hogy kérem, hogy ne tekintsék ezt udvariatlanságnak. Köszönöm. Jó, tehát én azt akarom igazából megkérdezni, hogy én szerintem itt nagyjából megbeszéltük a kérdést, én biztosítanám igazából a lehetőséget, és itt a lányokat arra kérem, hogy vigyék oda a mikrofont, akire mondjuk én rámutatok. Én, hogyha most azokra a képviselő urakra gondolok, akik a legutóbbi időben a parlamentben ehhez a témához hozzászóltak, itt a Bárándi Gergely, Salamon László, a Schiffer András, a Gaudi Nagy Tamás, Gaudi Nagy Tamás látom, és a Schiffer urat még el tudom képzelni, hogy itt van, de nem láttam. Nem tudom, hogy Gaudi Nagy Tamásnak van ehhez hozzá, tehát hogy ehhez úgy érdemben érez-e hozzáfűzni valót, akkor biztosítjuk neki a lehetőséget, mert ugye ebben a kérdésben most a legutóbbi időben, amit én politikusoktól láttam, az ő volt. Tessék, parancsoljon. Hol álljak, mit csináljak, menjek ki, vagy nem, jó, ki, itt forduljak meg, vagy jó, nem tudom, tehát nem szeretnék általán a különbségnek sem, mert ez udvariatlanság. Szeretettel üdvözlöm a kedves megjelentek az asztalnál ülő szaktekintélyeket. Nagy megtiszteltetés volt a parlamenti vitában, hogy hivatkozhattam rájuk, ugye, mert azzal kezdtem az átmeneti törvényel kapcsolatos vitában a vezérszónoki beszédet, és azt domborítottam ki, meg egy Szolzsai Zén idézettel kezdtem, bocsánat, ugye, amely szerint ugye a kommunista nincs lelkiismerete, és lényegében egy ember típus, amely kártékony az emberiségre. És viszont van egy szakmai konszenzus az igazságtétele foglalkozó kutatók, szakemberek között, aminek tanújelét adja akár Hak Péter a Hetek című lapban nemrég írott írásában, ugyanazon 4 alapelven hivatkozó, mint amire az Étényi Zsolt, vagy amire Káler Figyes régóta folytatott töretlen munkásságában. Ez a 4 alapelv, gondolom erről már beszélt elnök úr, az Étényi Zsolt elnök úr, akit az első számú szaktekintély számomra, nyilván nem megsértve a többieket, mondom ezt némi elfogultsággal, különösen, hogy a Nemzetjogvédő Alapítványban és Szolgálatban együtt harcolunk már évek óta, és nagy büszkeségünk, hogy ezt a kötetet most itt bemutathattuk önöknek, ami most így elkészült, és összefoglalja az elmúlt 7 éves munkánkat. Viszont rátérünk akkor a dolog lényegére, ez a 4 alapelv, és mi ezt kérjük számon a mostani törvényalkotáson. Tehát Gulyás Gergely, ma is ugye jót vitatkoztunk ott a választójogi törvény kapcsán. Itt is vannak vitáink, mert én úgy gondolom nemzeti jogvédő és nemzeti radikális képviselőként, hogy kevés az, amit a mostani törvény tartalmaz. Törvények, ugye bár ugye a lex biscu, ugye az gyakorlatilag megy a maga útján, az tulajdonképpen nekünk így ebben a formában megfelel, mint egy jó kiindulási alap. Viszont az átmeneti törvény, tehát az 5500 számú törvényjavaslat, ami az alaptörvény hatályba léptetésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza, ugye van egy fejezete, ami nagyon kedves szívünknek, ugye ezt folyosói, parlamenti folyosókon már úgy híresült, hogy akasztási törvény, csak a problémák az, hogy mégsem az. Tehát jó hangzik, csak hogy ami hiányzik, akkor gyorsan mondanám. Tehát amit mi módosító javaslatokkal elő is terjesztettünk, és szeretnénk beemelni. Tehát ami jó, az nyilván a bűnök büntetésének, a büntethetőségének a megteremtése, múltra vonatkozóan nagyon jó. A másik, ami egy alapelvként benne van, hogy elvehető a magas nyugdíja a pártállam kiszolgálójának.
viszont már nincs benne a részletszabály, mikor kell, meddig kell megalkotni a törvényt, milyen mértékre csökkentjük, stb. A Jobbiknak van egy nagyon régóta benyújtott javaslata, amely társadalmazatba került, már vita is folyt róla, de általános vita szakaszban lezárásra került. Ez minden ülésnapon, minden héten kell venni, de egyetlen alkalommal sem szavazzák meg, és még Vitel Mária is leszavazza minden alkalommal, amit soha nem értek. Minden esetben mi várjuk azt, hogy egy határidővel végre ez a bizonyos nyugdíjcsökkentés megtörténik. Ez a Wittner Mária féle jóvátételi adó, ugye? Tehát a Wittner Mária... Nem, hát azt nem látjuk. Tehát törvényjavaslat formájában az nem került még elénk, ez egy nyilatkozat volt. Tehát gyakorlatilag ami három másik elem viszont nagyon fájóan hiányzik, az a következő. A személy következmények levonása. Tehát gyakorlatilag arról szól a történet, hogy nagyon szépen kimondja egyébként az átmeneti törvény rendelkezései között, hogy az MSZP, a MSZMP, bocsánat, az MSZMP vagyon a törvénytelenül került felhalmozásra. Azt is kimondja azt a tényt, ami tény, hogy az MSZP jogutódnak definiálta magát 1989-ben, nyilván a vagyon megszerzése miatt jelentős részben. Most ha ez így van, akkor a jogállamiság helyreállítása érdekében az lenne szükséges, hogy ezt a törvénytelenül felhalmozott vagyont, amit jogutódlás révén az MSZP megszerzett, köztulajdonba vennénk. Mi erre vonatkozó javaslatot terjesztettünk elő egy módosító javaslat formájában, még azzal megkörítve, hogy erről egy külön törvény rendelkezne a részletszabályokról, és 2012. február 25-ig kell megalkotni, gondolom kitalálják mi az időpont, a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Eddig ez reálisan teljesíthető, ez a törvénygyár, ami most zajlik, képes arra. Mi annyira belejöttünk szerintem Ugás Gergelyel, hogy itt már szerintem majdnali háromkor is ezt szívesen megtárgyaljuk és megszavazzuk. A másik elem, ami viszont ennek a továbbgondolása, a lusztráció, tehát a teljes körű száműzése a pártállami vezetésnek, államirányítóknak a hatalomból. Ez egyébként az Európa Tanács 2006-os alapelveiben is megjelenik, hogy van egy követelmi rendszer a posztkommunista államokkal szemben, egy európai konszenzus van, és az a igazságtételért harcolóknak is a konszenzusa, hogy nem maradhatnak a közélet részesei, de az erőszakszervezetek vezetői szintén, meg állami szervezet irányítási semmilyen formában nem maradhatnak helyükön azok, akiknek kezéhez jogtalanság és vértapad az önkényuralom időszakában. Erre van az orvosokat is elérkeznek. Végül van utolsó sorban mindennek a következmény levonásaképpen előterjesztettem azt a módosító javaslatot, amely arra irányul, hogy mindez a következtében a Magyar Szocialista Párt, amely MSZMP jogutód pártja, és amely mai napig vállalja a 56-os mártírok vérét kiontó MSZMP-vel a jogfolytonosságot, nem lehet a magyar közélet része sem, mint egy ilyen szervezet, tehát feloszlatandó. Erre te vonatkozó is előterjesztettük. És én nagyon biztos vagyok benne abban, hogy Gulyás Gergely, akivel nagyon sokat küzdöttünk és küzdünk ugye egyrészt a 2006 őszi bűnösök felelősségre vonásáért, bűnösök végre kerüljenek vád elé, bíróság elé, ez nem történt meg mai napig, egyébként ez egy borzasztó nagy hiányosság. Nyilván jogosan mondja, hogy ez ügyészség feladata. Csak ugye amikor a garanciákról beszélünk, ugye, hogy Tamás, milyen garanciája van annak, hogy elég a diszkú törvény, és a mostani elfogadandó új törvény alapján szállni fogta. Szerintem abszolút mértékben van garancia arra, hogy semmi nem fog történni. Ugyanazok az ügyészek irányítják a nyomozóügyészséget, ugyanazok az ügyészek irányítják a központi nyomozófőügyészséget, akik 2006 őszi felelősségre vonást elkenték, ezért én semmilyen garanciát nem látok erre. Egyedül garancia az, hogy egy társadalmi nyomás, egy társadalmi nyomóerő fejtődik ki a kormányra, annak érdekében, hogy ezt végezze be, tegye meg. Egyébként a kétharmados többséggel minden meg lehetne most már csinálni. Annyi minden megcsináltak most már, hogy ezt be kell fejezni, meg kell csinálni. Senki nem kérné számon a kétharmados többségen, ha ezt a három sarkalatos kérdést megtenni. Zétén Zsolt meg gondolom talán beszélt a felvidéki kárpótlásról, nekem ez nagy szívügyem. Tamás, többiek nem fognak tudni. Átadom a szót, rendben. Bocsánat. Felvidéki kárpótlás, nem lehet lezárni a kárpótlás folyamatát. A törvény jelenleg le akarja zárni, nem lehet új jogcímet adni. Zsidó honfitársaink kapják a kárpótlást ki tudja hány éve, felvidéki magyar honfitársaink 48 óta a magyar államtól, amit vállalt a magyar állam, nem kapták meg a kárpótlást. Ez egy történelmi mulasztás és bűn, ezt meg kell tenni minden hamarabb. Köszönöm a figyelmet. Tényleg szeretném kérni, hogy igazából korlátozott az időnk, tehát nagyon picike. Én azt mondom, hogy tegyük fel akkor a kérdéseket, akinek igazából van alapvetően a Gulyás Gergelyhez. Akkor...
akkor egy, kettő, ki van még? Akkor oda, jó, akkor először oda, és akkor utána az úrhoz kéne oda vinni, jó? Ott a sarokba, és akkor utána majd. Hát én vagyok az a gondolászló, aki már nem akar. És, nem és a... Laci, arra hadd kérjelek meg, ugye, hogy a képviselő úr egy kicsit hosszabban beszélt, de elveszünk a többiektől a lehetőség. Én már mindent tudok, amit akarsz mondani. Már megszoktam, szóval én már sajnos nem akarok szalonképesen lenni, mert nem bírom már a biodíszlet állapotot. Most nem akarok sok mindent elmondani, hanem nagyon konkrét kérdésem, illetve egy dolgot. 55 éve volt 56, és 5 éve volt 2006. Gulyás Gergertől szeretném megkérdezni, együtt ott ültünk mind a 16 parlamenti vizsgálóbizottsági ülésen. Én ingyen és bérmentve, ő pedig mellette még kiváló parlamenti munkát is végez. Mit gondolsz? Miért minősítette 2006. szeptember 17-én a rendőrség a tüntetést választási nagygyűlésnek? Azért, mert én így jelentettem be. De senki nem kérdezett meg, hiába mondtam, hogy koronatanú vagyok, nem voltak hajlandók meghallgatni. Holnap lesz az Alkotmány utcai oszlatással kapcsolatban egy tárgyalás, még mindig elsőfokú. Azért, mert a jelenlegi rendőrség letagadta azt a felvételt, amit 30 évre titkosítottak. 30 évre megtaláltuk, 25-én Grespik Lászlóval volt a Alkotmány utca, a Nádor utcai van a holnap, bocsánat, a Nádor utcai, ahol a rendőrség rátámadta békés tüntetőkre, az Alkotmány utcánál 25-én volt a tárgyalás, és mi történt? Hiába mutattuk be a felvételeket, a perújítást elutasították, és a független bírósághoz szeretném mondani, másfél évvel ezelőtt, mivel én vagyok ebben az országban az egyetlen közszereplő, aki kiállt a nagy közönség elő, és azt mondta, én kettős állampolgár vagyok, elfogadtok így? És azt mondja nekem a bírónő másfél évvel ezelőtt a fővárosi bíróságnál, Gonda úr, magának könnyű. Magának van hová mennie, de nekünk itt kell leírni az életünket. Ezt nevezik független bíróságnak. És szomorúan el kell mondjam azt, hogy mindezt összerakva egyetlen egy dráma, most egy picit belezavarodtam, mert nem akarok túl sokat beszélni, de ennél még egy tucatot el kellen mondani. De már sokat beszéltél. Ami az igazság. Én aminek nagyon örülök, és szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy az új alaptörvény, hála jó Istennek, végre nem jogszolgáltatás, hanem igazságszolgáltatás. Köszönöm szépen. Oké, okay, annak az úr. Mi a kérdés? Gyarmati Géza vagyok, Spájzból, jó estét kívánok. A kérdésem, mi a különbség a náci párt bűnei és a kommunista párt bűnei között? A párhuzam látom bennük, és mint kollektíve, mint szervezet, mennyire büntethető a Magyar Kommunista Párt, vagy utód pártja, előtt pártja, és amiközben mind volt. Azért sértem a hozzászólással, hogy ezt röviden megkérdezzem. A másik, az óriási tévedés, a képviselő részéről, Gulyás részéről, hogy Nagy Imre, hogy viselkedett 56 után? Hát sehogy se. Végig kollaborált a bírósággal az akasztófáig. Nem tudom. Önök se tudják, hogy Nagy Imre ott volt a cári család kivégzésénél, vagy nem volt ott. Na jó, én nem tudom bizonyítani. Orosz történészek bizonyítva látják. A Nagy Imre per megjelent CD-n semmiféle olyat nem mondott, ami ellenállást tanúsított volna a bírósággal szemben. A bitófái kommunistának vallotta magát. Tehát nem csak 56-ig, hanem a kivégzés napjáig is így történt. Hmm. Nagyon sajnálom, hogy képviselő úr pozitívan látja azt az időszakot, amíg Nagy Imre le volt tartóztatva, vagy bíróságon. Bocsánat, szerintem próbáljunk meg arra koncentrálni, tehát nem tudom, hogy engem most itt hallanak-e, de hát most a 17-18-19-es ügy az én szerintem mindenkinek a könyökén jön ki. Tehát egy eléggé közismert dolog, hogy Nagy Imre rengeteg volt igazából abban az időszakban, és hogyha lett volna akkor is mondjuk bennünket, nem a Nagy Imrének az a tevékenység érdekel, amit mondjuk annak idején csinált odakint, hanem alapvetően az, amit itt ebben az országban csinált 1945 után. Tehát az a bizonyíték, hogy Nagy Imre nem volt ott, olyan hivatkozási alapja van, hogy januárban, 18 januárjában 4000 kilométerrel arrébb volt, vagy 3000.
júniusban végezték, júniusban volt a cári család kivégzése, annyi idő alatt nyugodtan oda vihette a Vörös Brigád. De én nem látom, én nem tudom bizonyítani. Jó. De az a bizonyítás, hogy nem volt ott, az se állja meg a helyét. Jó, ne menjünk bele, jó? Rendezünk majd egy külön másik vitát, de én szerintem túl sok értelme. És nem tudom, hogy van-e még valakinek kérdése? Hú, rengeteg. Akkor a Júliusnak a megmondom, hogy próbáljanak meg rövid kérdéseket feltenni, hát a képviselő úrnak el kell menni, és mi se akarjuk igazából. Igyekszem nagyon rövid lenni. A jogalapom arra, hogy hozzászóljak azt, hogy 92-ben én fordítottam a német büntető törvénykönyvből azt a klauzulát, hogy 56-ban itt háború zajlott, mivel a Kálár Frigyes és az Itény úr megbízott azzal, hogy próbáljunk valamit kitalálni, hogy büntethetőek legyenek ezek a cselekmények. A kérdésem és a hozzászólásom annyi, hogy leteszem a kalapom a fiatal képviselők előtt, főleg azért, mivel 2000, hogy mondjam, Magyarország a szabadság népe, 56-os vagyok, ez a másik jogalapom. A nagyapámat megölték 58-ban, az apám ennek a dolognak az áldozata, tehát én vagyok az a minden második, ahogy tehát a nép szól most. Igenis úgy érzem, hogy megvan a támogatás. Nagyon sok erőt kívánok, és azt szeretném mondani, hogy elfolytódásra az a válaszom vagy kérdésem, hogy még mindig él a félelem az emberekben, hogy még mindig valóság, amiről szó van, hogy 2006-ban kijött, hogy az MSZP valóban utolt párt, hiszen ugyanazokkal a módszerekkel élt, mint 1956-ban. Ennek csak azért örülök, hogy a mai fiatalok minden elfolytódás ellenére meglátták azokat a módszereket, amelyeket 56-ban is gyakoroltak az előtt. És ehhez kérek sok erőt, a szemek nyitvatartását és minden eszközt, mint 56-os, a halottak nevében, mert igenis Antigonének is igaza volt, és az igazság önmagában megáll. És ahogy Szerbiában a híd oldal töltéséből a gyerekek játszásakor kihullottak az apái holttestei, amit megpróbáltak eltakarni és befalazni, és egyszer csak kijöttek onnan. Ugyanúgy az igazság kiderül, és azt hiszem, hogy egyre kevésbé félünk, és itt ez a cél. Az elfolytódás ezért volt, és a 20 év még egy, amit Orbán Viktor mondott, valóban benne volt a koporsóban, de ideje, hogy ennek vége legyen. És önmagunkban rendezzük, nem várva nyugatról a megoldásokat, hanem úgy, hogy a német társadalom dolgozzuk fel a bűnöket, nevezzük meg a bűnösöket. Én nem megyek a barátszat. Köszönjük szépen. Nézzük meg akkor röviden, igazából. Szőrana vagyok, pszichológus és jogász, és egy speciális területtel foglalkozom, gyerekvédelemmel. Elképzelhetetlennek tartom, hogy 1991-ben ratifikáltuk a gyerekjogi egyezményt, és ez ne épült volna be a gyermekvédelmi törvényünkbe, tehát első kérdésem, hogy 1971 óta, ha ratifikálta Magyarország ezt a nemzetközi ENSZ normát, akkor ez hogy történhetett meg? Második kérdésem, Gaudi Nagy Tamás képviselő úrral kapcsolatos, hogy lehet az, hogy az Alkotmányügyi Bizottság leszavazta az ő módosító indítványait, amikor kimondjuk, hogy ne legyen kommunista utódpárt Magyarországon, hiszen nyilaskeresztes párt sem létezhet, nagyon helyesen. A másik, hogy valóban a vagyonnal is foglalkoznunk kell, a kárpótlással. Tehát miért szavazták le Gaudi Tamás módosító indítványát? Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem, hogy van-e még kérdés? Mert azt hiszem, hogy többre nem nagyon lesz igazából lehetőség, hogy föltegyük. Ott az Ildikó mutat. Igen, tessék. Remény Péter vagyok. Meghatódva vagyok itt, mert amikor megtudtam, hogy végre lesz egy ilyen közbeszélgetés és közgondolkodás, akkor egy vagy igaz, vagy sem anekdotát ajánlok a hallgatóság és az általán nagyra becsült szakemberek figyelmébe. A történet valós, köztályon forog. Soros Gyurinak azt mondta, a fiatal Gyurinak az édesanyja, egy beszélgetésen Soros ezt el is mondta a nyilvánosság előtt, édesfiam, amikor a magyarok Erdélyt kezdik emlegetni, másnap viszik a zsidókat a gázba. Ugye értik, mire gondolok majd, amikor a törvényt megtölték tartalommal. A szörnyű vérszkorszak után milyen szerepe volt a politikának, meg kell tudni fogalmaznia a magyar zsidóságnak. A végtelenül felreprezentált hatalmi képezet működtetésében milyen szerepe volt a zsidóságnak abban, hogy a bolsevizmus
ránk jött, hogy ide jött hozzánk, hogy működtették. Milyen szerepe volt 56-ban elhallgatott hőseinknek, akiknek a felét nem, nevét már tudjuk, a fele még kazamatákban öt kulcssal záródik, nem azért, mert zsidók voltak, hanem azért, mert magyar hősök voltak. És amikor Szolyvát járom, elszakított hazánk területeit járom, és most már fejet hajtok az Auschwitzból hazatért, és a bolsevista megsemmisítő táborokban kivégzett zsidóink előtt, zsidózások magyarjaink előtt, akkor azt kell mondanom, hogy szembe fognak majd menni azzal a nemzetközi nyomással, sajnos, amit a magyar zsidóság szerepének a feltáratlansága okoz ebben a kérdésben. Ez a kérdés nem kerülhető meg. Köszönöm a lehetőséget. Nem lehet, hogy röviden, és akkor válaszol, és akkor befejezzük az egészet. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, Szabó Ilona Eszter vagyok, a jelenlévő képviselő urakat is. Én újságíróként is figyelemmel kísértem a 2002-től 10-ig zajló vizsgálatokat, ha mind a 16 ülésen nem is tudtam ott lenni, de nagyon örülök, hogy itt van még a kormány részéről Mélyás Gergely képviselő úr, és hogy még nem kellett elmennie, mert ha már igazságtételről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy nem csak az ítéletekről kell szót ejteni, hanem esetleg a kitüntetésekről is. Tehát azt, hogy ma itt tartunk, ahol tartunk, azt köszönhetjük például Franco Frattini úr, kis, aki uniós biztosként, nem olyan még Olaszország külügyminisztereként, itt felhívta az itt intézkedő rendőröket, hogy számok nélkül beazonosítatlanul kilőni ártatlan civileknek a szemét, az ugyanolyan bűn, mint hogyha bármilyen... Tessék lezárni a kérdést, jó? Nem, egy javaslatot szeretnék kérni. Tessék már megállni, jó? Válaszoljon a képviselő, és engedjük el. Jó. Igen, köszönöm szépen a kérdéseket, és még egyszer engedést igyekszem válaszolni. Sok kérdés elhangzott. Az egyik az... Nagy Imre szerepét érinti. Nagy Imre, pontosan fogalmaztam, Nagy Imre, az, hogy Nagy Imre kommunista volt, ezen senki, ezzel senkinek nincsen vitája. Az viszont, hogy Nagy Imre azt követően, hogy a forradalom elbukott, és vele szemben büntetőeljárás indult, a büntetőeljárásban hősiesen viselkedett, és nem tagadta meg a forradalmat, és nem kért kegyelmet, ez történelmi érdem, és ez nem vitatható el tőle, és ezért érdemli meg a róla való megemlékezést, és hogy tartjuk számon, olyan számon tartjuk. Én az nagyon rossz útnak tartanám, hogyha a kommunista vezetők között, vagy egyáltalán bármely diktatúra vezetői között származás alapján akarnánk következtéseket levonni, tehát én szerintem ez teljes tévút itt a kommunista bűnök egységes feltárására van szó, és ebbe az nem fér bele, hogy mi származás alapján tegyünk különbséget bizonyos vezetők között. Sok kérdésben felmerült 2006 ősze, és nyilvánvaló, hogy a rendszerváltás utáni időszak, mondjuk jogállam kívüli napja, az valóban 2006. október 23-a volt, de azért azt követ, és ami azt követően a bíróságban történt, ott is elég széles körű vizsgálatot végzett pont az albizottság, amiben én is dolgoztam, a Gudiák Tamás képviselőtársam is dolgozott. Tegyük hozzá egy borzalom, ami történhetett, és jogállamban példátlan, ami megtörtént, és azzal is egyetértek, hogy a következményeket abban a tekintetben is le kell vonni, hogy aki ezekben részt vett, azért lehetőleg ma az igazságszolgáltatásban ne nagyon legyen jelen, csak itt megint a politika ebben már nem tud beleszólni, hogy az igazságszolgáltatásnak ezt öntisztulási folyamatot saját magának kell elvégeznie, de azt is tegyük hozzá, hogy azért volt másodfokú bíróság, tehát valamilyen reparáció a rendszeren belül volt, csak nagyon-nagyon lassan haladtak és haladnak ezek az eljárások, tehát azért odáig ne jussunk el, hogy egy brutális embereket kivégző évtizedes diktatúra bűneivel hasonlítsuk össze, mert abban egyetértünk, hogy 1990 után hasonló nem nagyon volt, sőt még a 88-89-es tüntetésfeloszlatások utalítása is elmaradt az akkori tüntetésfeloszlatásoktól, de hát azért az 56-tányi megtorlásokban meg óriási nagy hiba egy szintre hozni azt, ami 2006 őszén történt. Végül, hogy valami népszerűt lenne az árnyékot mondok, én szerintem az MSZP-t nem lehet és nem is szabad betiltani.
megállapítani. Egész egyszerűen azért, mert az MSZP politikai ellenféleket győzni, azt kell érni, hogy emberek ne őket tüntessék ki a bizalmukkal, és ebben a tekintetben azért jó irányba haladunk, hogyha az elmúlt választások eredményét megnézzük. Azt, hogy olyan pártot, ami most már a hatodik választáson ír el, hol jelentős, hol kevés jelentős választási eredmény, ne áltassuk magunkat azzal, és nekem ugye a lusztrációnál elfogadom az elérveket, de a lusztrációval kapcsolatosan ez a bajom, hogy azt vegyük tudomásul, hogy nem tudunk olyan széles körben lusztrációt meghatározni, hogy a magyar népet megvédjük önmagától, és hogyha arra alkalmatlan, sőt méltatlan embereket szabad választásokon, magas tisztségben választanak, akkor az ország sorsa az úgy fog alakulni, ahogyan itt 2002 után alakult. Tehát ettől ne kíméljük meg magunkat ettől a munkától, és hogy másokkal elbeszélgessünk, és rossz szándékon lebeszéljük, de ez nem a jogi tilalomnak az eszköze. Köszönöm szépen, igyekeztem mindenre válaszolni, de tényleg elnyertés kérek, muszáj elmennem. Nem. Én egy kompromisszumos megoldást tudok igazából javasolni, hogy azoknak, akiknek van kérdése, én összeírom, és tovább juttatom a képviselőnek, és mindenki, aki megadja a címét a képviselő úr, én azt hiszem, hogy vállalhatom a nevébe, hogy válaszolni fog, ugye? E-mail cím, persze. Vagy a parlamenti e-mail címén akár közvetlenül is el tudják kérni. Én nagyon szépen megköszönöm mindannyiuknak az itt létet, és akinek kérdése van, az fordulja nyugodtan hozzám, és válaszolni fogunk rá, akik itt vagyunk egy ilyen kisebb körben természetesen, jó? Jó. Igen van? Igen. Igen.